Hallgatóságot a mai alkalommal is egy előadónak, Aradi Évát, a Pécsi Egyetem Ázsia Tánszékének az oktatóját, nevezett a dolgok, nem végelem meg a könyvben erről a témáról, és amikor voltam Indiában nem régen, akkor nagy örömmel tapasztaltam, hogy Indiában tudnak arról, hogy a hunok jelentős szerepet gyakoroltak India kultúrájára, India történelmére, és ez annál fontosabb ezt észben tartanom, mivel Magyarországon nem tudjuk annyira, mint amennyire mi vagyunk az igazán érintettek, nem a hinduk, és mi kevésbé tudjuk azt, hogy mi ott jelentős szerepet játszottunk, illetve a hunok ott jelentős szerepet játszottak, mint a hinduk Indiában, és mivel India egy rendkívül jelentőségű földrész, egy rendkívül jelentőségű kultúra, aminek az emberiség jövője számára is nagy rendkívül jelentősége van, tehát ez az egész témát egy nagyon fontos összefüggésbe helyezi. Nagy szeretettel köszöntöm Aradi Évát, és akkor... Pár szót, ugye előbb járóban mondani. Nagyon köszönöm Attila kedves szavait, és valóban hát két olyan nagy kultúra van, mind a kettő ázsiai, amelyik kontinuitásban évezredek óta fönnmaradt, a kínai és az indiai. Ugye se az egyiptomi, se a görög, se a római, tehát ez a két kultúra, a kínai talán még régebbi, az india is 4-5 ezer éves hagyományokat őrzött fenn, és azért volt szerencse, hát én vallom, hogy a mi őseinknek, a hunoknak, mert ezzel a két országgal kapcsolatban voltak, és ezek a források róluk megmaradtak. Azt mindenki elismeri, főleg Indiában, hogy a heftalitákról Ázsiában sokkal több forrás maradt fönn, mint Attila hunjairól. Hát mert sokkal hosszabb ideig léteztek, ugye perzsa, indiai, baktriai hódításai következtében több mint 100 évig, így aztán volt idejük érméket nyomatni. Attilának kevesebb idő jutott, nem volt ideje, legalábbis eddig nem tudunk róla, hogy saját érméi lettek volna, állandóan hadakozott. De európai források Attiláról hát jóval több, mint ázsiai források, mert amíg a Kaukázusig nem értek, hát ugye olyan helyeken mentek keresztül Közép-Ázsiába, ahol egyrészt nekik nem volt idejük forrásokat hagyni az állandó hatban állás miatt, másrészt a közép-ázsiai kis oázis államoknak nem volt írásbeliségük. De a heftalitákról ugye azért van több, mert mind Kínának, mind Indiának régóta van írásbelisége. És hát én elsősorban ezek előtt talán, hát elmondanám, hogy építem fel az előadást, előbb a forrásokról beszélnék, a főleg hát ázsiai, de van köztük európai forrás is, aztán, hogy tulajdonképpen kik a fehér hunok, a heftaliták, egy pár szóval honnan származtak, mi volt Indiába jutásuk előtt a történetük, majd az indiai hódításukról, uralmukról, és utána végül az indiai leszármazottaikról, azokról, akikről itt Attila is említést tett, hogy nagyon is tudják, hogy a hunok leszármazottai, de azt is tudják, hogy mi a hunok rokonai vagyunk, és hát az a könyv, amit Attilának hoztam, az kéziratban maradt meg, annak a szerzője hívta fel 25 évvel ezelőtt a figyelmemet arra, Divekár professzor, a Bombay Egyetemen, hogy miért szégyeljük mi, pont magyarok, akik a legközelebbi leszármazottai vagyunk a hunoknak ezt a rokonságot. Kérdeztem, hogy miért mondja ezt, azt mondja azért, mert nemrég volt a Magyar Akadémia vendége, 78-ban körülbelül, és hát mikor ezt felvetette mindenki, hogy júj, dehogy, nem, ez tévesz, mert mármint az akadémián. Hát én mondtam, hogy sajnos Magyarországon így áll hozzá a hivatalos tudományosság, de én vallom, hogy rokonaink, és akkor, hát ő nem sokkal sajnos utána meghalt, már idős volt, de nekem adta a szakákról, Indiában ugyanis a szkítákat úgy nevezik, hogy szakák, nem csak Indiában, Kazasztánban is például, Ázsiában ez a nevük, ugyanis csak a görögök nevezték őket szkítáknak, Herodotosz, ők saját magukat, mint ahogy mi magyaroknak nevezünk magunkat, és nem Hungarian, vagy Ungár, vagy stb., hanem a szkíták is vagy Saka, vagy Saka, vagy Sákja. Tehát ebben a három változatban fordul a nevük Ázsiában.
Indiában mind a három változat megtalálható, és az indusok vallják, hogy a szkiták nagyon nagy szerepet játszottak az ő történetükbe. A hunokat is, ugye a szkitáknak tartják, a heftalitákat is, de még előtte a kusánokat. Az Krisztus után 70-től 225-ig uralkodtak Indiában. Kaniska volt a legnagyobb királyuk, talán hallottak róla, aki a buddhizmust nagyon pártolta, és nagyon sok sztupát emeltetett, és kolostort építetett, és őt nagyon elfogadták az indusok, rendkívül. Akkor India ugyanis teljesen buddhista volt, tehát ott nagyon elfogadott uralkodó lett, és hát ő is szkíta uralkodó volt, hát a kusánok, a juecsik egyeneságú leszármazottai, és ott öt törzs volt, az egyik, hát úgy hívták, hogy Sakaraul, ami szanszkrit nyelven azt jelenti, hogy királyi szkíták. Tehát mindenki tudta, hogy a juecsik, a kusánok szkíták, és valójában a heftaliták részben az ő leszármazottaik voltak, mikor ugyanis a kusánok visszavonultak a közép-ázsiai területekre, és a mai Afganisztán területe, Baktria, az ókorban úgy hívták, az volt nekik végig a szálláshelyük. Mikor a fehér hunok, vagyis a heftaliták odaérkeztek belső Mongólia felől, akkor ez a társaság keveredett. És olyannyira, hát egy fa is volt, ha távolabbi rokonok is a szkítákon belül, de olyannyira, hogy a heftaliták mindig a kusánok leszármazottainak tekintették magukat, és ez az érméken is kiderül, azt majd később részletezem. Na, tehát ez a Vivekán professzor volt az első, aki úgy 25 éve a darazsát a fülembe tette, hogy mi miért szégyeljük és miért nem kutatjuk, és hát nekem adta a kéziratát, ami sajnos azóta se jelent meg, ez az én bűnöm is, mert le kéne magyarra fordítani, angolul van, de hát nem hiszem, hogy kiadó találnék. Bár most már talán lehet. És valóban tényleg földolgozta itt az a címe, hogy an ethnological study of the Sakas, tehát a szkíták etnológiai vizsgálata. És nagyon-nagyon hasznos, hogy ők hogy látják. Na hát akkor bemutatott néhány professzornak, Delhiben is, Bombayban is, és így hát tudom, hogy Indiában a szakirodalom, akik a kusánokkal is és a heftalitákkal foglalkoztak, nagyon sok jeles professzor, például Benáreszi Egyetem professzora, Upendranath Tagore, akkor Delhiből Sasi, aki tavaly itt járt Magyarországon a Világszövetség által rendezett őstörténeti konferenciát és előadást is tartott a szkíta hun magyar rokonságról, Delhi professzor, aztán Szirkál professzor a Kalkuttai Egyetemről. Tehát India majdnem mindegyik jeles egyetemén van hun, fehér hun kutató. És mindegyik azt vallja, hogy a magyarok rokonai. Mindegyikük azt mondta, hogy még a nevünkben is benne van az, hogy hun. Tehát, hogy miért kell ezt az akadémikusoknak tagadni? Hát, miért kell? Én is ezt kérdezem. És hát az ősforrások, amikre ők hívták fel aztán a figyelmemet, és hát miután én Bombayba végeztem, Bombay Egyetemen hindi és indológia szakot, és a hindi azért a szanszkrit talán 80%-ban megegyezik, tehát szanszkritul is szótározva természetesen, de szerencsére az írás ugyanaz, a nyelvtan ugyanaz, tehát így szótározva a szanszkrit forrásokat meg tudom fejteni, mert a heftaliták idejében 1500 éve azért még a szanszkrit és annak a beszélt formája a prákrit volt a nyelv, tehát a hindi az később alakult ki. És a források is szanszkrit nyelven vannak. Na most ezeket három fő részre lehet osztani. Az első a irodalmi írott források. Az olyan régi múltra is, elnézést, közben iszom. Az olyan régi is, mint Kálidásza, biztos hallottak róla, a legnagyobb szanszkrit drámaíró és költő volt. A 4. században élt, tehát amikor a fehér hunok még nem voltak Indiában, de már az Oxus völgyében, tehát a mai Amudarja völgyében és Ferganában, Szogdiában, tehát közép-ázsiai területeken, ami most nagyjából Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán azon a területen éltek, és már bebetörtek az akkor Indiához tartozó Afganisztán déli részén levő úgynevezett Gandharába. Az egy nagyon híres, a gandharai kultúra az a
Nagy Sándori hódítás után. Nagy Sándor ugyanis rövid ideig volt Indiában, de helytartókat hagyott ott, és a görög hatás az indiai művészetre rendkívül nagy volt, és Gandharai a félig görög tartomány volt még abban az időben, de a hunok bebetörtek, és területeket foglaltak el, és ekkor írja róla Kalidásza egy híres elbeszélő költeményükbe a Ragó Vámsában a következőket. Ezt idézem, mert szanszkritul van. Igen. Tatra Huna Varodhanam, Bartrisu Jakta Vikman, Kapola Pátala Dési, Babuva Ragu Csésztitam. Hát ugye a Huna Varodhanam, azt már azt lehet hallani, hogy ő már hunoknak nevezte. Tehát az a vita, amit itt egyes szintén akadémiai tudósok nem csak itt, hanem nyugaton is folytatnak, hogy nem is biztos, hogy a heftaliták hunok voltak. Ez nem igaz, hát egy negyedik századbeli szanszkrit költő is hunoknak nevezi őket. Ők lehet, hogy saját magukat nem, mert ők ugye Kínából jöttek, és a kínai nevük Jeta volt, de az biztos, hogy a környék és az indusok hunoknak nem tudták, hogy ők a hunok. Na most itt ebben a rövid idézetben azt mondja Kalidásza, a szanszkrit nyelv rendkívül tömör, úgyhogy ebben a két sorban egy egész hosszú mese van, az, hogy a hunok az Oxus völgyében élnek, és arra teremtődtek, hogy a hatalmat gyakorolják, de Ragu, a hős, legyőzte őket, és ezért feleségük arca a szégyentől elpirul. Ez egy, hát ehhez tudni kell, hogy annyira tömör nyelv, hogy az a Kapola Patala Dési példa azt jelenti, hogy nem is az Oxus völgyében a Kabul, Kapola az szanszkritul a Kabul völgye volt, és hát ez az egy szó, ez kifejezi őt, hogy és a hatalomra teremtődtek. Tehát, de ez tényleg azt jelenti, hát nehéz mondjuk a szanszkritot olvasni és fejteni, de azért meg lehet. Na most ez volt az első forrás róluk, tehát innen tudjuk, hogy ők már ezt Krisztus után 320-ban írta Kalidásza. Nagyon nehéz az indiai évszámokat kikövetkeztetni, mert három időszámításuk is van. Az első az éppen a legrégebbi, az mondjuk Asoka király idejéből, tehát az teljesen árja a hindu időszámítás, ami 500 évvel régebbi, mint a Krisztus korabeli. A másodikat éppen a kusánoknak köszönhetjük, az úgynevezett sakát. A sakát azt jelenti, szintén szanszkrit szó, hogy a sakák szerinti, tehát a szkíták szerinti, és ez Krisztus után 70-től számítódik. A harmadik, hát az angolok hozták be a mi időszámításunkat, úgyhogy egy még most megjelenő szanszkrit könyvekben is mind a három fel van tüntetve, és mikor az ember a forrásokat vizsgálja, bizony állandóan azt kell nézni, hogy most, hát ugye az Asoka szerinti nem lehet az én szempontomból mérvadó, mert akkor még nem voltak ott a hunok, tehát nyilván a sakád, és akkor a sakádot vissza kell 70 évvel tenni, hogy a Krisztus szerinti. Tehát örökké számítgatni kell a forrásoknál, de hát azért már előttem volt, aki kutatta, úgyhogy ennek a nagy része megvan, mármint hogy Indiában kutattam. Na tehát ugye ők már akkor ott voltak Kabul völgyében, Oxus völgyében, Kabul völgyében. A következő a Rádzsa Tarangini, talán hallottak róla, ez a királyok története szanszkritul, és az összes király visszamenőleg Krisztus előtt 1000-ig, egészen a muzulmán hódításig, tehát Krisztus után 1195-ig, akkor esett el Delhi, egész odáig tárgyalja az összes indiai királyt. Északi, ezt mindig hozzá kell tennem, hogy ez körülbelül Bombétól északra a történet, ugyanis India hiába egy egységes félsziget, de két teljesen különálló fajra oszlik, a dravidákra délen és az áriákra északon. És a dravidák története sokkal egyszerűbb, mert a hódítók nem nagyon jutottak délre, kivéve az árjákat, akik északról leűzték oda őket, és ez mai napig tartó ellenségeskedés okozója. Mi 8 évig éltünk Indiában, és bizony Madrasban nem nagyon örültek, mikor én hindiül megszólaltam, azt mondták, miért nem tamilul? Mondtam, mindent nem tanulhatok meg, azt mondja, akkor ne tanuljak hindiül se, mert még mindig utálják őket. Hát ők voltak az indiai
az indus-völgyi kultúra megalapítói és fenntartói, és az árják üzték őket délre, tehát a fél ország, sőt kevesebb, mint a fél ország jutott most csak nekik, holott ők voltak az őslakók. És avval együtt, hogy én az észak-indiai dolgokat kutattam, minden szimpátiám a délieké, sokkal okosabbak, szorgalmasabbak, testi felépítésük jobb, Nobel-díjasokat ők adták, szóval mindenképpen egy, talán épp azért, mert elnyomottabbak voltak, egy külön náció, mint az árják. Az árják gőgösek. Szóval az nem szép tőlük, hogy nem annyira ésszel győztek, hanem a hadseregükkel, de mai napig is gőgösek, és valójában ők hozták be a kasztrendszert is, tehát Dél-Indiában nem volt. Dél-Indiában azok a városok, amiket kiásnak most egymás után, azon a térképen látszik, tehát a barna terület, meg a felette levő, tehát Pandzsába és Rajasztában, arról tanúskodnak, hogy ezek a 3500 évvel ezelőtti városok rendkívül kulturáltak voltak, csatornarendszerrel, mindennel ellátva, és egyáltalán nincs nyoma annak, hogy a nép másképp élt volna, mint a felső osztály. Tehát a árják hozták be a kasztot, és nekem ez se szimpatikus. De hát avval együtt ezt a területet kell a hunok miatt kutatni, az más kérdés, hogy ők még most is elismerik, hogy főleg a rajasztániak, hogy egy jó adag hun vér van az ereikben, de még most is azt mondják, hogy ó, azok a barbár hunok, ilyen, mondom, ilyen gőgösek sajnos, de hát nem menjünk messzire, Európa is ugye a nomád szót a felvilágosodás óta használják, és ez soha nem azt jelenti, hogy hű, de magas kultúrájúak, hanem a nomád szót azt mindig a letelepedettekkel ellentétbe hozzák fel a történészek példaként, és mindig a nomádok rovására, holott én azt mondom, mert a lányom régész Kaposvárot és több kora Árpád-kori régész, és avarkor, hát az avarok is, az Árpád-kori sírok egymás mellett, vagy egymáson vannak, ugye Kis-Balatonnál Görsön ásott, és mindig azt mondja, hogy azok a házak, amiket ő még az Árpád-kor előttieket is kiás, zöme szláv eredetűek, azok ilyen földbe vájt viskók voltak. Hát jó, letelepedett, de hát akkor már egy jurta, egy szellős, egészséges jurta sokkal külön az én olvasatomban, mint egy földbe vájt viskó. Szóval nagyon ne legyenek büszkék a letelepedettségre, mert az abban a korban, amikor mi még vagy az őseink nomádok voltak, az abban a korban egy eléggé elmaradott településszel kellett. Nem a főuraknak, meg a királyoknak, na, de akkor az átlag népet kell vizsgálni. Na, tehát visszatérve ugye a nomád szót is, meg a barbár szót is, ezt úgy lekezelően szokták említeni, de én azt mondom, hogy ez egyáltalán nem alávalóbb kultúra, mint a többi európai kultúra, csak más. Ha megnézzük a szkíta sírokat, vagy akár az avar kincseket, az a kézművesség felülmúlta az európai kézművességet. Szóval az egy más kultúra, de nem alávaló. Hát ezek után szerencsére ezek a tudósok, akik engem így biztattak, ezek nem voltak elfogultak. De a következő, tehát mondtam a Rádzsa Tarangini, az a királyok története egészen a muzulmán hódításig, és főleg az észak-indiai királyok, elsősorban Kásmírban és ott Pandzsában, Észak-Indiában uralkodó király története, na azokban részletesen, még a legkisebb heftalit a királyok neve is benne van, tehát ez egy nagyon értékes forrásmunka. A többi pedig két olyan forrásmunka, ami hát az indiaiak szent könyve, valójában a Puránák, azok mindig a védákhoz kapcsolódtak úgy, mint magyarázó szövegek, valójában történelemkönyvek. A Purána is azt jelenti, hogy ősi történeti, tehát történelemkönyvek. Abból is elsősorban az Agni Purána. Az Agni Purána azt jelenti, hogy a tűz története, de ezt nem a tűz felfedezését írják le benne, tehát a kézzel fogható tüzet, hanem a szellemi tűz, tehát a tűzben megszenteltek, tehát az a két felső kaszta, a bráminok és a ksatriák, akik a tűz által megszentelődtek, ezeknek a története egészen Mánutól, az indusok első emberétől kezdve, szintén az iszlám hódításig bezárólag. És a Vishnu Purána a másik, ahol még olvashatunk róluk, mármint a hunokról. És aztán hát vannak perzsa források, azokat pedig Modi
Bombay professzor hozta nyilvánosságra, aki Zajti Ferencnek jó barátja volt, és miután hát ő párszi volt, perzsa származású, a párszi nyelvet bírta, tehát ő az ősi zoroasztrai írásokat vizsgálta, és így tudja, hogy mikor a hunok még India előtt Perzsia egy részét elfoglalták és Baktriát, akkor a tűz vallásának hódoltak. Tehát ez a perzsa iratok szintén egy fontos forrás. Hát és ezek mondjuk az irodalmi források, ezen kívül, amint már mondtam, hogy elég sok érmét találtak, méghozzá, ha majd, de már most is megmutathatom, igen, azt talán jó lesz, hogy ez a korabeli térkép, tehát korabeli városnevekkel, 1500 éves városnevekkel, de körülbelül itt van Indor városa most, ami akkor Barukacsa volt, és egész idáig leért, itt találtak egy csomó hunérmét, tehát ez itt északról délre is, közepe Indiának, meg nyugatról keletre is, tehát elég messze eljutottak, ezt éppen ezek a hun érmék bizonyítják, amit Valiorban is, az is India közepén van majdnem. Azt lehet látni ezen a térképen, amit itt körbeadtam, és Indorban, ami most már egy 2 milliós nagyváros, ez valójában az úgynevezett Hun központnak, a Hunna Mandalának volt a fővárosa. És ott találták, onnan tudják, hogy a dinasztia alapítót hogy hívták, Heftának hívták, innen a Heftalita elnevezés, mert azokon a érméken, amelyeket Indorban találtak, és a fehér hunok verettek, azon egyik oldalon szanszkrit szöveggel, a másik oldalon görög írással és perzsa szöveggel. Hát ugye ők jóval előtte Perzsiának keleti részét is meghódították, és átvették a perzsa nyelvet, és az van, hogy Heftál a hunok királya. Tehát ez a felirat, és az évszámot is tudjuk, ez a 320-ban lehetett a dinasztia alapítója Heftál, első Heftál, mert lesz majd második is, és onnan a megnevezés. Először a görögök nevezték őket Heftalit, na most rátérek a második részre, hogy kik is tulajdonképpen, csomó nevük van. Heftaliták innen lettek, hogy a dinasztia alapítót Heftának hívták, és a görögök nevezték őket először Eftalitának vagy Heftalitának, tehát a szakirodalomban H-val és H nélkül is előfordul a király után, de a szanszkrit források vagy csak simán Huna, ahogy felolvastam az előbb, a szanszkritban ugyanis minden főnévnek vagy tulajdonnévnek arra kell végződni, tehát nem Hun, hanem Huna. És Svéta Huna, ez a másik megnevezésük, Svéta szanszkritú fehér, tehát fehér hun, ők nevezték először a heftalitákat fehér hunnak. Majd mindjárt rátérek erre is, hogy nem a bőrszint jelöli ez, hogy fehér, vagy kidalitáknak, ez is egy szanszkrit név, kidalita azt jelenti, hogy királyi, tehát nyilván királyi szkinták voltak ők is. Akkor a bizánci források Abdéleknek nevezik, ez szinte azt jelenti, hogy fehér, és a perzsa források pedig Haftál. Ez a Heftálból Haftál, vagy Hajtál, vagy Haftráj. Perzsa források 3 néven is említik őket. De hiába van ennyi nevük, ez mind ugyanaz a nép, és azért fehérek, mert mikor ugye belső Mongólia volt a hunok származási területe, az Ordosz puszta tulajdonképpen, mikor ők onnan, hát Krisztus után 53-ban szétszakadt a északi és déli hunok társasága, és az északiak, a mi őseink, Attila hunjai, azok előbb már leszakadtak, a kínaiak megverték őket. Előtte ők győztek évszázadokig, de Krisztus után 53-ban egy megsemmisítő vereséget szenvedtek el, és akkor elindultak a pusztákon keresztül, és jó ideig a Kaukázusba tartózkodtak Attila hunjai, és onnan jöttek aztán a Kárpát-medencébe, azt azért már sokan feldolgozták azt a részt. A másik társaság, a fehér hunok, azok még egy ideig maradtak Kína közelében, sőt, Krisztus után 100 körül még kínai császárokat is adtak, azok az úgynevezett sárga hunok, az ő rokonaik voltak, ezek 54-ig két császár is egymás után, nem egész Kínán, de Kína egy tetemes részén, hiszen épp az agyak hadsereg bizonyos
embereinek arcát, ha megnézzük, azok ilyen pötrött bajuszú hunarcok, hiszen Kínában nincs is szőrzet az embereken már. Hát a hajuk van, de se szakás. És ez egy anatómiai adottság, hogy nem dől nekik se szakáluk, se bajuszuk, úgyhogy azok a pödrött bajszú agyagfigurák, azok igenis hunok. Hunharcosok voltak 50 évig a császár hadseregétől, és a császárt szolgálták a hadseregben. Na most, hát azért ugye a kínaiak mindig összeszedték magukat, hiszen a nagy falat is a kínaiak miatt, mármint hogy az őseink miatt, a hunok miatt kezdték építeni. Ezek kiszorultak, legyünk őszinték, hogy azért ők azért háborúztak. Ezeknek az embereknek az állattenyésztés, a pásztorkodás és a háború volt a foglalkozásuk. Ebben nincs semmi megvetendő, hát valamiből élni kellett olyan puszta, mint Ordos puszta, a hadviselés volt, azt viszont kitűnően csinálták. És hát a hadviselés avval jár, hogyha valakit legyőzünk, ugye ez a 20. században is így volt, akkor ott bizony fosztogatunk, meg hadisarc, tehát, és ezt a kínaiak megunták. Na most ők ugye aztán már nem tudtak betörni, tehát elindultak ők is a második része a hunoknak délfelé. Na most a megnevezés, ugye Attila hunjai és a úgynevezett kaukázusi hunok, azok fekete, a fekete hunok, ezek pedig a fehér hunok. Na most ez nem függött össze a bőrszínnel, hanem egyszerűen azzal, hogy az északi, az mindig a jobb katona volt a vadabb, de a kevésbé előkelő. És az fekete. Ázsiában fekete az még mindig egy olyan nem elegáns szín, a fehér az sokkal elegánsabb. A déli az volt a kevésbé jó harcos talán, de a kulturáltabb, és az volt a fehér hun. Úgyhogy és Kínában ez még hozzájöttek a sárga hunok, mert Kínában égtájak szerint vannak a színek, például a nyugat az zöld, a kelet az piros, és önállók 5 égtáj van, a középpont az meg sárga. Tehát ez Bárdi Lászlótól tudom, aki főnököm a Pécsi Egyetemen, és nagyon kitűnő Kína kutató. De Indiában ennek már nyoma sincs oda, úgy érkeztek meg, mint fehér hunok. Hát persze nem egyből, tehát Krisztus után 53-ban elindultak, és eljutottak egészen a mostani Ujgúria területére, Szincsiánba, és hát az ujgurok azok vér szerint is, ezt Matsumoto, a japán professzor kimutatta, hogy vér szerint is ők a magyarok legközelebbi rokonai, az ujgurok. És hát ezek is a fehér hunok leszármazottai. Na most ott egy jó részük, több mint felük megtelepedett, és ott megint összevesztek. Ez a turáni átok, hogy a hunok épp úgy nem jöttek ki egymással, mint ahogy később a magyarok, és ott megint két felé oszlottak. Az a társaság, aki az ujgur területet, tehát Kasgár városa volt a központ, megalapították, azok maradtak. Megint a déliek, tehát a déliek is kétfelé váltak, az északiak maradtak, az újabb déliek jöttek nyugat felé, és először elfoglalták az Oxus völgyét, ugye amit mondtam, hogy ma úgy hívják, hogy Amudarja, és az Oxus völgyétől nyugatabbra a kis oázis államokat. Hát bekebelezték, jobb harcosok voltak. Ezek a kezdeti hunok is, és aztán az északiak is, a déliek is fantasztikus jó nyílfeszítő népek voltak. Tehát ez a hátrafelé nyilazás, ez a bekerítés, csellel, nagyon ment nekik. Szóval azok a népek ott teljesen meg voltak lepve, és hát hamar elfoglalták őket, hamar úgy értem, hogy Krisztus után 100-ra körülbelül, addigra ott már a kis oázis államok és az Oxus völgy az övéké volt. Na most ott már azért a földművességgel is megismerkedtek, és meggazdagodtak, és hát ez egy, ahogy mondtam, ugye harcos nép volt, területfoglaló, nyugatra terjeszkedtek, először elfoglalták Fergánát, aztán Szogdiát, és végül is a mai Bokhara mellett, mai napig is rajta van a térképen, Kagán városa az lett a központjuk, ott székelt a Kagán. Akkor már tudunk róluk szintén indiai források alapján, hogy a Kagán, hogy kettős királyság volt, a Kagán volt a szakrális, a mindig, soha ki nem mozduló király, tehát aki a népet egybe tartotta, és a Tegind volt a hadvezér. Hát ez később ugyanúgy, mint ahogy ugye Álmos és Árpád
és az avaroknál is megvolt ez. Tehát ebből is látszik, hogy, hogy ez egyenes ágú leszármazás, hát tudti, hogy a finneknél meg a lappoknál nem volt ilyen, és a kis obinéknél, úgyhogy biztos, hogy, hogy ez az egész közigazgatás, hát csak a vak nem látja, hogy teljesen egyenes ágú leszármazottaik vagyunk. Na most akkor ugye Kagán város, hát ezt mai napig is a térképen rajt van, ma már egy jelentéktelen város, de hát Bokhara az van mellette, és hát tudjuk, hogy Körösi Csoma is eljutott Bokharába, sajnos csak két napig maradt ott, mikor még India előtt, mert kitört egy az oroszok által sugallt lázadás, azok mindig terjeszkedtek és mindig valamit kevertek, úgyhogy ott kitört egy lázadás, és akkor határozta ő el, hogy át kell a hegyeken, és India felől fogja, tudni, hogy az ujgurokhoz, ma már bizonyított tény, hogy az ujgurokhoz igyekezett, vagy a legközelebbi rokonainkhoz. Ő ezt azért a nyugati egyetemekkel megtanulta, hogy azok a legközelebbi rokonaink. És akkor ugye azt leírja azért Buka az első kiadásban, amiben még senki nem tette bele a lábát. Azért szerettem ezeket a régi eredeti kiadásokat, mert abban még nem magyarázzák, hogy nem is úgy volt, hanem így, az akadémikusok. Az, az, aki leírta, azt, azt érdemes kutatni. Tehát akkor ő fejébe vette, hogy Indián keresztül, ugye hát akkor ő még nem gondolta, hogy ott egy kicsit hosszú állomás lesz, és sajnos nem jutott el. Azért, miután ő tibetül már jól megtanult, azt tudta, hogy Tibetben még forrásokhoz jut a magyarok kései történt, vagy hát, bocsánat, korábbi történetével kapcsolatban, és majd onnan megy az ujgur földre, de hát tudjuk, hogy Darjeelingben meghalt sajnos. És az a szörnyű, hogy ugye Dukka összegyűjtötte a dolgait, és egy, része, egy részének az anyagának még mindig ül rajta az akadémia. Ugyanúgy a Steinauer 40 ládával ott van még az akadémián, és nem lehet hozzáférni. Szóval esetleg abból ugye olyan dolgok kerülnének napvilágra, nem tudom, hogy mennyire ismerik a Tariki Üngürüs sztoriát. Biztos van, aki ismeri. Az ugye a 17. században a törökök leírták a magyarok történetét, az Üngürüs az törökül Magyarország, és azt 1976-ban egy Klimlakba szakadt hazánk fia, Balázsovics Józsefnek kellett kicsempészni. Nem is úgy, neki nem adták ki, többször könyörgött, hogy adják ki, mert mondta, hogy le akarja fordítani, turkológus volt Clevelandben. És akkor rávette egy nemzetközi kongresszuson egy cseh kollégáját, akit hát gondolta, hogy a vasfüggöny mögött van, beengedik, be is engedték, azt kölcsönkérte, lemásoltatta, kijuttatta Clevelandbe, és ez a Balázsovics József jelentette meg 82-re, hát olyan botrány volt, én az egész levelezést ismerem, hogy micsoda jogon, és hogy ez egy szigorúan titkos irat, ezt zárolták, mert persze hát kiderül ugye a török-türk rokonság. Szóval így áll hozzá, és nem lehet, egyszerűen falakba ütközik az ember, normális kutatást, ami, ami a másik oldalt is megmutatná, azt, azt egyszerűen tíz körömmel, és lehet bármilyen rendszer, ezek nem változnak. Na, tehát visszatérve ugye, hogy a heftaliták az Oxus völgyében, elnézést ilyen kis kitérőként, de, de közben mindig úgy eszembe jutnak, hogy, hogy mennyire akadályozzák az igazi kutatást az emberek. Ment az akadémikusok. Az Oxus völgyéből, ugye Kagán városa, a Kasgár is még megmaradt, tehát Kasgár az, az ujguroké is volt, de azért Kasgáriában átjártak a fehér hunok is. Tehát Kasgár, Kagán városa, na most Kagán városából szemet vetettek Perzsiára. Bede törtek Perzsiába, és érdekes módon ez a perzsa forrásokból, de az indiaiakból is kiolvasható, hogy hol szövetségesei voltak Bizánc ellenében a perzsáknak, hol ellenségei, de mindig nagyon ügyesen kihasználták, amikor a perzsák épp meggyengültek. Na ez a kedvező alkalom, ez 420-ban, Krisztus után 420-ban jött el, amikor fölkérte őket második Firoz, perzsa sah, hogy a bizánciak ellen legyen a szövetségesük. Jó, akkor Heftál, második Heftál volt már a Kagán, az uralkodó, kikötötte, hogy bizonyos hadisarcér igen.
le is győzték a bizánciakat, megtartották kelet-perzsiával volt a probléma, az többen akart, türkök is már megjelentek azon a vidéken, el akarták foglalni. És a győzelem után Firoz csak a fele hadisarcot fizette ki. Mert ez nem szép dolog, és főleg a unokkal szemben, úgyhogy nagyon mérgesek lettek, és lerohanták, ez Krisztus után 425-ben volt, és a harcban elesett Firoz és a fia is, tehát megölték, mert hát nem tartotta be a szavát. Na most akkor ők elfoglalták Kelet-Perzsiát, Herat, ezt is megtalálható, mikor ez a perzsiai vagy iráni földrengés volt, éppen Herat volt az egyik központja a földrengésnek, most is megvan Herat városa, és elég jelentős, ezt már akkor is úgy hívták, és ez lett a harmadik székhelyük, tehát Kasgár, Kagán, Herat terjeszkedtek. Na ott már annyira erős volt, és nagy hatalommal nagy területet bírtak, hogy a következő, amire szemet vetettek, az Baktria volt. Baktria mai Afganisztán, Kelet-Perzsia egy része is oda tartozott, és a mai Pakisztán északi része, és ez a terület, hát látjuk egészen az újkorig, egy Ázsiának egy rendkívül stratégiai terület. Tudnélik, Baktria kapu volt Kína felé, Tibet felé, ami akkor nagyhatalom volt, India felé és Perzsia felé. És ez a négy nagyhatalom majdnem minden ívfeszítő lovas népnek a vágyalma volt, mert hát gazdag országok voltak, ott lehetett hadisarcolni. Így hát Baktriát elfoglalták aránylag könnyen, ebből is látszik, hogy az akkor Krisztus után 225-ben visszavonult kusánok, indoszkíták, az indiaiak és sőt a görögök is úgy nevezik őket, hogy indoszkíták, ezek ott húzták meg magukat Baktriába, és miután rokon nép volt, nem volt nagy ellenállás. Itt az volt csak mindig, hogy most jelen esetben a heftaliták voltak az urak, és a kusánok valamivel hát alárendeltek, aztán majd látni fogjuk, hogy az indiai vereség után viszont a kusánok lettek az urak, és a heftaliták az alávetettek, de avval együtt ez biztos, hogy rokon nép volt, mert nagyon gyors volt Baktria elfoglalása, tehát nem olyan, mert a perzsák az teljesen más társaság volt, ott mindig hadakoztak. Na most akkor ők bevették Baktriát, és Kabul egy nagy ősi város, az már megvolt akkor, és ez a negyedik székhelyük. Ez aztán olyannyira, hogy ez maradt aztán történetük folyamán végig, és érdekes, hogy a pénzérméken, Afganisztánban találtak a legtöbb heftalita pénzérmét, méghozzá Kabultól egy kicsit nyugatabbra, 100 km-re nyugatabbra, Uruzgán városába. Ez még most is rajt van a térképen, egy középnagyságú város. Azt akkor, amikor ugye a szovjet fennhatóság alatt volt Afganisztán, de azért békésebb időszak volt, mint most az amerikaiak alatt, tehát lehetett a régészeknek ásni, és kelet-német régészek ásták ki ezrével a heftalita érméket Uruzgán mellett. Ott feltehetően egy szent medence lehetett, valami szakrális hely lehetett, és ebbe a szent medencébe több generáción keresztül pénzérméket dobtak be. Az öve csak bronz, de azért van ezüst és arany pénzérme is köztük, és itt lehet az első hun mondatot megtalálni, közép-ázsiai ékírással, de a másik oldalon szanszkrit írással is így meg lehetett fejteni, ez olyas, mint a Rosetta kő volt az egyiptomiaknál, és ebben az volt szó szerint, hogy Boggó Sahó Zovolomó Mihroziki. Ez eredeti munszavak, ez azt jelentette, hogy a nagy királynak a zavolomói, tehát kapuli Mihirakulának. Mihirakula majd mindjárt fogjuk látni, az egyik legnagyobb királyunk volt. Tehát az ő idejében nyomatták ezeket, de ott tömegével kell, és Afganisztán mai napig is egy véleményem szerint a heftaliták és általában a közép-ázsiai népek szempontjából egy kincses tár lenne, hogyha ott egyszer béke lenne és lehetne ásni. Vagy hát nem tudom, levéltárak vannak-e még ennyi pusztítás után, ami ott érte őket, de ha ott lehetne kutatni, az olyan szörnyű, hogy ahol legjobban kellene kutatni, vagy Pakisztán északi része, ahol mindig lövöldöznek, vagy Afganisztán, vagy Kirgizisztán, vagy Üzbegisztán. Hát ahogy a mostani közelmúltat láttuk, egyik hely se túl biztonságos. Ezeken a helyeken ásni kellene, és miután zömmel fiatalok vannak,
biztatom a fiatalságot, hogy ők még talán megérik, hogy egyszer oda eljuthatnak, és kutatnak, és ásnak, mert a mi történetünk szempontjából rendkívül fontos területek. Na, akkor ugye Kabult az érméken ők úgy nevezik, hogy Zavaló, vagy Zabola, vagy Zabola. Tehát Zabola ugye Erdélyben is van, tehát egész biztos, hogy az is egy régi hun elnevezés. A népek általában viszik magukkal a folyó, a város, a hegyneveiket. Erre nekem először dr. Kádár László földrajz professzor, aki a Debreceni Egyetem földrajz professzora volt, ő hívta fel a figyelmet, hogy egész biztos, hogy a Kárpát-medencei, főleg az erdélyi földrajzi nevek eredete is mind hun avar eredetű. Erre ő akkor jött rá, amikor Darjeelingben volt egy kongresszus, épp Körösi Csomával kapcsolatban, 30 évvel ezelőtt, és ott mutatták, hogy nem messze ott folyik a Tisza folyó. Tehát ott is van egy Tisza folyó, egy Körös folyó is. Tehát egész biztos, hogy a földrajzi nevek nagyon sokat mondanak, a személynevek és a földrajzi nevek. Ezek majdnem mindig őrzik az ősiséget. Na most ugye hát ők Zabolának, Zabolisztánnak nevezték, aztán az mai napig is Afganisztán, Pakisztán megtaláljuk, azt jelenti szanszkritul egyszerűen, hogy hely. Tehát az afgánok helye, a pakisztániak helye. Úgyhogy Észak-Indiában sokkal többet tudnak rólunk, mint egyes úgynevezett művelt nyugat-európaiak. Soha nem keverik össze Budapestet Bukaresttel például, és tudják az eredeti nevünket is. Azt nem mondom, hogy az egyszerű állattenyésztő fölművelő nép, de hogy a középosztály mindig azt mondja, hogy magyarisztán, tehát minket így hívnak, ez a nevünk, úgyhogy tudják még az eredeti nevünket is. És sokkal jobban tájékozottak, mondom, mint a idézőjelben művelt nyugat. Na most Kabulban, ami hát a negyedik székhelyükre született a leghíresebb királyunk Toramána. Toramána, aki valójában ez a térképen, aki végig rohanta Indiát, már 455-ben próbálkozott, azt hozzá kell tennem, hogy a fehér hunoknál a Kagán, az egy dinasztia, szóval a Kagán családja dinasztia volt, és dinasztikus öröklés volt, úgy, mint az Árpádháznál. De a Tegin az saját érdemeiért lehetett hadvezér. És Toramána egyszerű közkatonából küzdötte föl magát először tábornokká, a fehér hunoknál úgy, mint a mi, tehát a fekete hunoknál megvolt a 12 jobboldali és 12 baloldali tábornok elnevezés, de ezt ne, senki ne gondoljon politikai jobb és baloldalra, egyszerűen, hogy a Tegin mellett jobbra ültek, vagy balra ültek, és egy területi fennhatóságot jelentett. Tehát mindegyik tábornok egy-egy területén volt felelős. Na most ő először egy ilyen tábornokká küzdötte föl magát, még a perzsa háborúban, a harci dicsőségén, és utána a Kagán kinevezte őt Teginnek. De ez érdekes lett, mert ugye ő ennek köszönhette a kinevezést, de annyira tehetséges volt, hogy később elszakadt a Kagántól. És ő egy Tegin dinasztiát hozott létre, ami hát nem teljesen szabályos, de annyira nagy király volt, és 30 évig uralkodott, 31 pontosan, mert 84-ben volt ez a bizonyos lerohanás. Előtte 55-től 84-ig többször bebetört Indiába, de akkor még csak a Pandzsából kiszakított területeket, Kásmírból, tehát nem egy ilyen teljes harci dicsőség, de 84-ben egy év alatt egész, látjuk, hogy az Purusapura, a kori indiai egyik főváros volt, az tulajdonképpen az indiai Sejemút elágazásának egy híres városa volt, Purusapura és Taxila, nagyon gazdag városok. Egész onnan, tehát a mai Pakisztán Pandzsáb részétől, az Indus völgyétől valójában lerohant India középső részére Indorig. És ezt meg is tartotta, tehát 30 évig uralkodott, 515-ig, akkor már közel 70 éves korában betegségbe hunyt el, a mai benne Varanászi, hát 4000 éves város, csak mi hívjuk Benáresznek, de az eredeti neve Varanászi vagy Kási, szanszkritul, és ott lett beteg, mint hadvezér, de még volt annyi ereje, hogy a keleti területekről, tehát ez a
ez a mai Bihar állam, ez is hát ugye mond valamit, hogy Bihar, Patna fővárosa, akkor Pátali Butrának hívták, a fia ott volt kormányzó, Mihir Akula, és volt még annyi ideje haldoklott, hogy a fiát lovasokat küldött érte, odahívatta, és valójában haldoklás közben megkoronázta, mert fiatalember volt még Mihir Akula, 30 év körüli, és ő ebben egy dinasztiát alapított, szóval elszakadt a Kagántól, és megalapította végül is, úgy hívták őt ugye, hogy Toramán a Zabolovo, tehát a zabolai, ő ott született, Mihir Akula is ott született Kabulban, Zabolában. Na hát, amennyi jót el lehet mondani Toramánáról, nem csak az, hogy nagyon jó harcos volt, és ugye nagy dicsőséget szerzett a fehér unoknak, de ő békén hagyta az indiai közigazgatást. Tehát a Maharaja rendszert, a Rádzsa rendszert, mindent, a hűbéresi rendszert, hagyta a kis királyokat, az alattvalókat, nem nyúlt hozzá, nem nyúlt akkoriban Indiában, az egészen Dél-Indiát, míg bezárólag a buddhizmus volt a fővallás. Ugye Buddha, hát tudjuk, hogy indiai volt, és az ő tanai ott terjedtek először, és a hinduizmus teljesen visszaszorult. Tehát ott akkor a buddhizmus virágzott már Asoka óta, de Toramána nem volt buddhista, ő a hinduizmust támogatta, és inkább Shiva követője volt, mert Shiva a hadisten is, és hát egy ilyen, ugye, Teginnek, aki a fő hadvezér, annak inkább egy ilyen hadisten tetszett, mint egy ilyen szelíd Buddha, de nem bántotta a buddhistákat, nem is támogatta, nem, egyáltalán nem avatkozott bele vallási kérdésekbe. Ehhez hozzá kell tennem, hogy Indiában mai napig is a vallás nagyon fontos. Akkor pláne az volt, és ha valaki ott vallási dolgokba beleszól, vagy valamit tesz, az elveszti a nép kegyét, és Toramán nagyon okosan, nagyon diplomatikus ember volt, nem szólt bele, ezért elismerték őt királyoknak, nem volt semmi lázadás. Na nem így a fia, Mihir Akula, aki egy rendkívül szeszélyes, nagyon jó hadvezér volt, de véreskező. Ő rögtön elkezdte írtani a buddhistákat, fölégette a buddhista kolostorokat, kivégeztette több ezer buddhista szerzetest. Mindezt azért, mert ő Kabulban és később Gandharában, ami akkor India északi része volt, ott nőtt fel, és az Indiából elűzött és hatalmukat vesztett brámin papok nevelték őt. És azok szerették volna a buddhistákat kiszorítani és Indiába visszaszerezni a hinduizmus és a bráminok hatalmát. És teljesen buddhisták ellen nevelték. Ehhez aztán még hozzájárult egy sztori, azt nem tudom igaz-e, mert ezt már későbbi könyvek írják, tehát nem korabeli könyvek, hogy ő kíváncsi volt az elején a buddhizmusra, és egy buddhista főszerzetest hivatott magához, hogy mondja a Buddha tanait, és beszél neki a buddhizmusról, mire ez gőgösen azt mondta, hogy majd egyik szolgámat küldöm el, mert én nem fogok egy ilyen barbárt kioktatni. Na hát, estére már egy fejjel rövidebb volt az illető, de hát ezért nem kellett volna mondjuk buddhista kolostorokat fölégetni. De mondom, ez csak egy szerintem sztori, szóval ez nem bizonyítható a forrásokból. Az biztos, hogy ő, na és akkor a nép persze elégedetlen volt, többször kísérelték meg merényletet ellene, ő neki Kabulban volt továbbra is a főhadiszállása, ott letelepedett népébe jobban megbízott, de Kabulból járta be az országot, amit ő még harcok árán még nagyobbított, egész a bengáli öbölig. Toramána idejében a mai Bengália még nem tartozott a fennhatóságok alá, de Mihir Akula elfoglalta azt is, és egészen 540-ig, hát nem sikerültek a lázadások, leverte őket, de azzal együtt az indusok elégedetlenek voltak, addig ott uralkodott, és a hunok nagy részét letelepítette, akik vele jöttek, ugye. Azt tudni kell, hogy egy ilyen harci cselekményeknél, amikor elfoglalták akár előtte Baktriát, akár a Oxus völgyét, akár Indiát. Itt az egész nép, mint ahogy mi is a honfoglaláskor, az egész nép ment velük, tehát nem csak a hadsereg, hanem az úgynevezett pásztorok, gurdzsárok, úgy hívják, mai napig is úgy hívják a leszármazottaikat, azok voltak a hadtáp.
hát vitték az állatállományt, és azok legeltettek közben, hát ugye harcosokat el kellett látni élelemmel, úgyhogy ilyen nagy hadjáratoknál ment az egész társaság. Na de azok ugye 100 év majdnem eltelt, mert 55-től már beszivárogtak, és 455-től 540-ig, hát ott 2-3 generáció, úgyhogy ott letelepedett a hunok közül, főleg a pásztorok és a harcosok egy része is, úgyhogy azok ott ragyogóan érezték magukat, földet kaptak, főleg Rajasztánban, ami ez a terület. Nem csak Rajasztán, hanem alatt a Gudzsarát, aminek még a nevét is a gurdzsárok adták, a hunok egyik törzse volt a gurdzsár törzs, tehát a pásztorok, királyi pásztorok úgy hívják mai napig is őket, Indiában is ksatriák, tehát megőrizték ezt a második kaszbeli királyi szegények ugyan, de legalább a kasztjuk elegáns. Szóval Gudzsarát, ami egy nagy tartomány ma is Indiában, az azt jelenti, hogy a gurdzsárok országa. Annak a nevét is ők adták, és Rajasztán és Gudzsarát is vagy az első kasztal, vagy hát a hunoknál első, ott mondjuk Indiában azok is kratriák lettek, tehát a rácskutok, a királyfiak, a királyi leszármazottak, vagy a gurdzsárok, a pásztorok leszármazottai. És mondom, ők tudják is, hogy ők a hunok leszármazottai, olyannyira, hogy 36 törzs van Rajasztánban, és annak háromnak még most is kifejezetten az a neve, hogy Hun vagy Huna. Azon kívül egy csomó falu olyan megnevezésű, hogy Hunagamba. Az azt jelenti szanszkritul, hogy Hun falu, vagy Hunavászi, az azt jelenti, hogy Hunok által lakott, vagy Hunajunmu, az Hunok ékessége. Tehát a falvak neve is jelzi azt, hogy ott a Hunok leszármazottai élnek. Na már visszatérve, ugye Mihirakulát 540-ben egy éppen bengáliai kis törzsi király Vaszodharman legyőzte. Ez még nem volt egy végleges vereség, de ő félt, hát joggal, mert nem volt népszerű, és visszamenekült Kabulba. Úgyhogy ő aztán Kabulba 544-ben természetes halállal halt meg, és öccse, akinek a nevét nem tudjuk, annak nincsenek pénzérméje, vagy legalább eddig még nem találták meg, öccse uralkodott tovább Indián, és 566-67-ben összefogtak a Gupta királyok, akik előtte is uralkodtak Indiában, három ilyen Gupta fejedelem, és azok akkor megsemmisítő vereséget mértek a fehér hunokra. Ez 567-re, 66-ra záródott le, menekülniük kellett északra, de még északon, tehát a Baktria, a mai Afganisztán területén továbbra is uralkodtak, csak ott, akik eddig alávetettjeik voltak a kusánok, befogadták őket, de először megosztott hatalommal, aztán hát alárendelt szerepet játszottak. Na most itt tulajdonképpen három részre válik a heftaliták utótörténete. Az a társaság, aki letelepedett Indiába, főleg a köznép, a pásztorok és a közkatonák, nem mentek. Azoknak már hindu feleségük volt, azok maradtak, és még nem csak ők, még főurak is, mert később fogjuk látni, hogy hun hercegnőket vettek el az ottani árják, tehát így alakult ki aztán a Rajput nemzetség, fele indiai, fele hun összetételből, és indiai történészek nagyon találva megjegyezték, hogy azért volt olyan különleges az indiai középkorban Rajasztán és a Rajput nemzetség, mert a hunok bátorságát és az árják okosságát egyesítették magukba. Hát ebben egy kis árja gőg van, mert szerintem a hunok se voltak buták, de ahogy vitézek és bátrak voltak, azt minden indiai történész elismeri. És még azt is elismerik, hogy a történelemben rendkívül fontos katalizátor szerepük volt, mind a fekete, mind a fehér hunoknak, mert a fekete hunok végül is meggyengítették a római birodalmat olyannyira, hogy az utána szétesett, és a fehér hunok pedig meggyengítették Perzsiát és Indiát, ami egy ideig legalábbis szétesett. És ők ezt úgy fogják föl, hogy ez a katalizátor szerep egy pozitív szerep volt, mert a rosszat, az erkölcstelent, a széteső félben levőt megsemmisíteni az jó dolog, csak nagy bánatukra, már ők is szimpatikus nekik ez a hun társaság, de azt mondják, hogy kár,
hogy ilyen nagy királyok és vezérek után a hatalomért a gyenge utódok mindig marakodtak, és ezáltal a birodalmak megsemmisültek. Tehát ők azt mondják, hogy ez nyilván ennek a fajtának ez egy ilyen sorsátok, hogy mindig egymást ölik és egymással marakodnak. És hát ugye ezt láthattuk nem csak a mi történelmünkben, de Attila fiai is, ugye hát mégis ezért hullott szét az a szép és nagy birodalom. Na tehát, amikor ők visszafelé vonultak, akkor egyharmad részük körülbelül Indiában maradt. Egyharmad rész, vagy talán kisebb, mint egyharmad, és ebbe gondolom a fővezérség és a Tegin leszármazottai voltak, ezeknek, hát tudták volna, hogy mi vár rájuk, ezek menekültek az úgynevezett Vakkan völgyébe, ami most Hunza tartomány, sajnos nem önálló, pedig hát megérdemelni, és ezek szerintem az ujguroknál is erősebben rokonaink, vér szerint. Vakkan és Gilgit völgyében, az ma Észak-Pakisztán, pont ott volt a földrengés, nemrég a pakisztáni földrengés, hogy azok sajnos a mi rokonaink, akik ott pusztultak. És aztán a egyharmad rész, vagy valamivel több mint egyharmad rész, azok visszamentek egyrészt Kabulba, de nem akartak alárendelt szerepet játszani, és elmentek egészen vissza Kagán városa felé, Tokharisztánba, Türkisztániát úgy hívták akkor, hogy Tokharisztán, az indiai források szerint, ahol viszont már legnagyobb meglepetésükre a valaha rokon és szövetséges nép, a türkök uralkodtak, akik közben a Kagánt is megölték, átvették a hatalmat, és őket rabszolgáikká akarták tenni, a maradék heftalita sereget, és összefogtak, a Perzsiában mindig is utálták őket, ugye a második Firoz óta, bosszú él a szomjas Szászanida királysággal, ők voltak akkor éppen a hatalmon, főleg Kelet-Perzsiában, és összefogtak a türkök keletről, a Szászanidák nyugatról, egy ilyen gyűrűbe fogták a maradék heftalita sereget, akik azért, hát harcoltak is, de végső vereséget szenvedtek egy év alatt, tehát 567-ben, és a nagy részük menekült, és 568-ban, és itt lépnek aztán be az európai források, eddig ugyanis ázsiai forrásokra hivatkoztam, Justinianus császár és az ő kódex írói, vagy krónikásai írják, hogy megjelentek a varhunok, azaz avarok, Baján Kagán vezetésével. Tehát innen tudjuk, hogy a heftaliták valóban a mi rokonaink. Tehát ugye az egyharmad rész, amelyik menekült, a türkök elől főleg, az bebocsátatást kért Justinianustól Varhun néven. Egyébként a var vár a szanszkrit nyelven is várat jelent, tehát ők a várvédő hunok, és innen az elnevezés, hogy avarok. És hát Baján Kagáról ugye mindjárt hallottunk egy történelmi név, tehát ő akkor már valószínűleg, mikor egy évvel előtte a türköktől kikapott, ő lehetett a Kagán, az előzőt megölték, és hát aztán már tudjuk azt, hogy Justinianus először az Aldunán letelepítette, talán menedéket adott nekik, de a türkök állandóan ott koslattak a szomszédba, mert azt mondták, hogy a rabszolgáinkat akarjuk, és hát a császár nyilván azt mondta, hogy ő nem fog a türkökkel háborúzni, végül is vadidegenekért. Azt mondta, hogy jó, van a Kárpát-medencét, nekik adja, a gepidákat kiűzik onnan, mert a gepidák mindig a bizánci császárt is beberontottak, tehát veszélyeztették az ő területét. Na most Baján egy ugyanolyan nagy tehetségű volt, mint Toremána vagy Attila. Ő azt tudta, hogy a gepidák nagyon jól őrzik a keleti hágókat, tehát ahol később ugye Árpád jött be, a Vereckét és a többi hágót, onnan nem törhet be, hanem egyszerűen elment szépen nyugatra, Szlavónia, Szlovénia és Tájerország felé, és nyugat felől foglalta, először megverte ott a longobárdok segítségével leverte a gepidákat, előbb Pannoniát foglalta el, aztán megerősödvén a Duna-Tisza közén, aztán Tiszántúlt, aztán Erdélyt, és hát délre pedig azt tudjuk, hogy jó nagy hatalma volt, hát a mai volt Jugoszlávia fele oda tartozott, és Ausztria jó része is.
Na most azért van igaz a László Gyulának, mert azt azért a történészek leírják, még a magyar történészek is, hogy ez valójában az első honfoglalás volt, mert majdnem ugyanazt a közigazgatási rendszer, a közlekedési rendszer, a hatalmi ágazatokat hozta létre, amit végül is Árpádék meghonosítottak. Tehát őnekik már egy ilyen előkészített országba kellett jönni, amiről kellett, hogy tudjanak. Tehát visszafoglalták, vagy újra elfoglalták azt a területet, ahol az őseik meghúzták magukat, mert végül is a bizánciak győztek, de az nem igaz, hogy egy nép úgy kihal, hanem a nép az vagy beolvad, vagy meghúzza magát, és jobb napokra vár, és azok a jobb napok aztán Árpád idejével is érkeztek, és ők valójában teljesen ugyanazt a közlekedési, közigazgatási, hatalmi rendszert, a vármegye rendszer már az avarok idejében is létezett, vették át, amit az elődeik kiépítettek, és így hát az én véleményem, és ez volt a kutatásaim főcélja, és mikor erre, hogy rájöttem a bizánci forrásokból, hogy Baján Kagán, ez egy éjszaka volt, de én akkor eltugrottam, mert majdnem a plafonban vertem a fejem, hogy megvan, végre megvan, amit éreztem, hogy biztos, hogy ők az őseink. Tehát ennyire egyenesen, hogy egy év alatt odaértek, mikor kijöttek Indiából, hát azok ők voltak. És jó, hogy ők hozzájuk csapódtak, a kaukázusi avarok, akik már előtte még Attila hunnyaival együtt ott letelepedtek, és erre tavaly nagyon jó előadóink voltak az őstörténeti konferencia alkalmával. Az egyikük egy cserkesz volt, a másik egy csecsen, tehát egyik sem orosz, és kikérték maguknak, hogy Oroszországból jöttek, mondták, igen, de ők nem oroszok, és mind a ketten azt mondták, hogy igen, az avarok azok már a kaukázusi hunokkal együtt ott letelepedtek. Na hát ezek után bemutatok néhány olyan fóliát, amin lehet látni, hogy egyrészt ezt a térképet, másrészt azt, hogy hogyan örökítődtek át a mai indiai templomokba, meg egyéb díszítőelemekbe, meg a Maharána palotájába. A Maharána Udaipur maharádzsája, és azért Maharána, mert a szanszkrit nyelven azt jelenti, hogy a királyok királya. Ugyanis már a indoszkinták úgy nevezték magukat, hogy Sahanshahi, az perzsáv, az is azt jelenti, hogy a királyok királya, és ők miután a kusánok leszármazottainak tekintették magukat, ők rögtön átvették ezt, szanszkritul két megnevezés van erre, a Rádzsa Tirádzsa, az is királyok királya, vagy a Maharána, az is királyok királya, és az összes rajasztáni maharadzsa, lelki vezetőjének, tehát jóformán pagányának a Udaipuri Maharánát ismerte el, ő a szakrális király, és úgy avatják most is Udaipurtól, ez Rajasztán egyik nagyon szép városa, 50 kilométerre levő a 1200 éves templomba, Éklindzsi templomába, ott avatják mindig, amikor hát az apja meghal, a dinasztia, a következő királyt, a Maharánát, hogy az alárendelt hűbéresek, tehát a többi maharádzsa Rajasztánból, és a bilek, akik az őslakosok voltak, egy törzsi nép, akik rögtön az első király mellé, még a Hun király mellé álltak, és szövetséget kötöttek vele, és mai napig úgy avatják a maharánákat, hogy ezek a hűbéresei és a billek megvágják a jobb kezük hüvelykujját, és a vérüket a maharána homlokára kenik. Tehát vérszerződés. Úgyhogy annyi minden hasonló a mi történelmünkkel, hogy ugye azt veszük, hogy a finneknek sem államalapító nemzet nem volt, sem honfoglalásuk nem volt, sem államalapító dinasztiájuk nem volt. Hát semmi nem hasonlít történelmileg. Az volt a nagy baj ezzel a finnugor nyelvészettel, hogy csak nyelvi kutatás volt, se történelmi, se régészeti, se antropológiai, se népzenei, se népművészeti, semmi olyan, ami bizonyíthatná, hogy ez egy fals elmélet. Hát a nyelvészet is fals, de hát az az igazság, hogy a többi meg aztán homlok egyenest ellenkező. Viszont a türk népekkel még a mai leszármazottaikkal is. Hát például ott voltak tavaly két nagyon tehetséges kazak is tartott előadást. Az egyikük az mondta, hogy az ő
államalapító dinasztiáig, valamivel a miénk után, tehát 100 évvel később, Szaka dinasztia volt, Szkíta, tehát ők is Szakának hívják a szkítákat, és úgy hívták, hogy első Szaka király, második Szaka király, és az egész dinasztián. Tehát ezek az ázsiai népek felépítése is pontosan olyan, mint a miénké. Na most ez a Udaipuri Maharana, aki hát most is ismerem, nagyjából velem egyidős, egy komputeres mérnök egyébként, de egy nagyon nagy műveltségű ember. Most már abból nem lehet megélni, mert ugye a független indiai állam elvette a vagyonukat, és meghagyta a palotát, de hát egy 160 szobás palotát fenntartani nem egy kis dolog. Gyönyörű szép ez Udaipuri, mindenkinek javaslom, ha egyszer el tud jutni Indiába, hogy nézze meg. Úgyhogy a fele, vagy több mint a fele múzeum, és hát részben valamennyi állami támogatást kap. Hát azért mondjuk azokat a kincseket és ékszereket azért úgyhogy felosztanánk, mindenki jól megélne élete végéig, szóval azért nem koldulnak. Ott nem úgy vettek el mindent, mint itt. Így hát mondjuk nem koldusok, de hát az biztos, hogy valami polgári foglalkozást is kell űzniük, mert csak abból, hogy ki. De az öntudat, a tartás az bennük van, szóval ők tudják, hogy egy 1500 éves dinasztia, és érdekes módon Mihirakulától, tehát még névben is őrzik a dinasztia alapítót, mert az első király, az Mihirakula unokája volt a hercegnő, akit egy ottani indiai elvett, és akkor már sajnos behatoltak, még nem muzulmán, de arab hódítók nyugatról behatoltak, és az arabokkal vívott harcba az apát megölték, és a Hun herceg asszony akkor már egy barlangba szülte meg, Guhadítját, úgy hívták az első királyukat, és ez a Guha név, ez a Mihirakulát, ugyanis az eredeti Hun neve Mihirakula volt. Ezt Steinauril is leírja, de nem csak Steiner, hát az nem volt kortársa, hanem egy görög hajós, aki Mihirakula idejében a nyugati partokon kikötött, és több hónapig Indiába tartózkodott, ez a bizonyos Cosmos Indico Pleustes. Ez görögül azt jelenti, hogy Cosmos, aki Indiában járt. És ennek ő tudott írni, nem volt egy egyszerű tengerész, úgy látszik, ő leírta, hogy Mihirakula Hun király uralkodik, és ez volt az igazi neve. Tehát a Mihira azt ő fölvette, az Perzsa azt a napisten neve, ő ugye a naptól szállt. Ezek a ókori királyok minimum a naptól, az Istentől és a Holdtól származtatták magukat, és ezt fölvette, de az eredeti Hun neve Gula volt. Na most ez a királyi család, amelyiknek a mai napig ugye megvannak Udaipurban leszármazottai, ez úgy hívják, több változata is van, hiszen a rajasztáni nyelvjárás is több dialektusra oszlik, hogy Guhilot, Gulot, Gélot, mind a három szó kifejezi, hogy ez a királyi család, de a Gulot az egész biztos, hogy a Gula, tehát Mihirakula nevéből származik, és ők valójában átvették a Sivaita vallást, tehát a hinduizmus Sivaita ágát, de azért még mindig napistenimádók, és Rajasztán azt hiszem az egyetlen hely Indiában, ahol a napistennek mai napig is hát áldozatot mutatnak be, és napisten templomok találhatók nagyon jó állapotban, majd fogjuk látni a szobrokon a tulipán motívumot, a páva motívumot, ezt mind Közép-Ázsiából hozták magukkal, hiszen Indiában páva az van, északon legalábbis, de tulipán azt tudti, hogy nincs. Úgyhogy ezek a motívumok mind a unok. Hát ezek 1200-1300 éves templomok, amik egész jó állapotban fennmaradtak. Ez az egyik, a másik, akit nagyon tisztelnek, az úgynevezett Mataji. Mataji az azt jelenti szanszkritul, hogy Isten anya, és ő neki több inkarnációja van. Az egyik legfőbb inkarnációja az a Vána Mataji, az erdők istenasszonya, és ennek az ünnepe akkor van, mikor a vetés kizöldel, tehát tavasszal, nagyjából mint a mi gyümölcsoltó boldogasszonyunknak. A másik ilyen főinkarnáció az az Annapurna Mataji, az pedig, mikor az aratás megkezdődik, az meg a mi sarlós boldogasszonyunkkal van egy időben, és az már a betakarított termésért felelős. Így hát nem csoda, hogy a Kárpát-medencében olyan hamar
Máriát tisztelték, a kereszténységben aztán őt fogadták be legelőször, mert nekünk megvolt a boldogasszony. Ezt hoztuk magunkkal Ázsiából, a boldogasszony tiszteletet, és ez nyilatkozik meg a Mataji tiszteletben, és majd fogjuk látni az ábrázolását. Hatalmas fehér szemmel ábrázolják, ami egyszerűen azt jelenti, hogy mindenre figyelnie kell neki. Mindenre ügyelni és figyelni, és a népet segíteni. Úgyhogy ezek után akkor egy kis vetítést eszközölünk. Kereszténységet van itt. Ja igen, azt még nem mondtam, hogy volt egy águk az Oxus völgyében, akik Merv püspökétől a szír kereszténység, ugye Perzsiában is a szír kereszténység terjedt, az úgynevezett Nestoriánus, ami én szerintem abszolút nem elvetendő, de hát ugye tudjuk, hogy a katolikus egyház azt erednek tartja, pedig szerintem Krisztus örült volna, hogy egyáltalán terjed itt. Olyan felesleges dolog ez az eretnekség még mai napig is. Azok is hívők, szóval végül is épp olyan emberek az én szememben. És ezt a nesztoriánus és szírkereszténységet az Oxus völgyéből, a már visszavonult és hát ott maradt heftaliták, már a 6. század végén kértek Merv püspökétől, Perzsiába is terjedt már a kereszténység, és Merv városában volt már egy Mar Abba nevű szír püspök, és egy delegációt küldtek, egy, hát ő szerintük már pap, aki keresztény volt pappal, hogy azt szentelje föl püspökükké. És erre szír és egyiptomi források vannak, föl is szentelte, és visszaküldte, mint püspöküket, és ott egy csomóan átértek. Tehát nagyon érdekes a vallásuk. Ők szerintem mai napig, hát nem, most már nem Rajasztánban, hanem inkább, vagyis Rajasztánban nem a fővárosban, nem a falvakban megtartották a táltos sámán vallást. Most ezen ne ütközön meg senki, ez a sámán szó egyáltalán nem elítélendő szó. Ez egyszerűen szanszkritul azt jelenti, hogy szerzetes, sramán, és a sramán szóból lett a sámán. Erre is a nyugat-európaiak akasztanak mindenféle pejoratív értelmet, és sajnos mi magyarok is hajlamosak vagyunk ezt átvenni, de ez semmi más nem jelent szanszkritul, mint az, hogy szerzetes. Na most ezt a falvakban megőrizték, ezek a gyógyító emberek főleg. Vagy sámánnak, sramánnak hívják magukat, vagy csélának. Csélá az ilyen népi orvos, azt jelenti szanszkritul. És ezek még most is ezekben a hunfalvakban, én is kettőt megismertem, idős emberek, de nagyon jól gyógyítanak. Hát mondjuk ópiumot szívnak, és utána kicsit transzba esnek, de ez igazi, szóval ez nem megjátszás. És olyannyira, hogy egy korsó vizet forgatnak itt transzban, és nem esik ki a víz, egy csepp se. Ahogy így forgatják, a víz bemarad a korsóba, és utána ezzel a vízzel gyógyítanak. És ebben az állapotukban látják a múltat. Tehát ezek, mikor ott nekem ezt bemutatták, ezek látták azt, hogy az ő ősei Közép-Ázsiából jöttek. Mert én kíváncsi voltam, de nem mondtam, hogy én ki vagyok, hogy rokkák. Mondjuk ezek egyszerű falusi emberek voltak, ha mondtam volna is, nem tudták volna, hogy honnan. Tehát én kíváncsi voltam, mert hát hindül azért meg tudtuk egymást érteni. A mevárti nyelvjárás kicsit más, ott azt beszélik, mint a hindi, de azért hát hindi nyelvet, az a hivatalos nyelv, azt mindenki azért többé-kevésbé beszéli. És a mevárti nyelvjárás egyébként azt mondják, hogy az volt legközelebb az úgynevezett buriski nyelvhez. A buriski nyelvet Kásmírban még a 19. században is beszélték, és az kifejezetten a hunok nyelve volt. Csak hát sajnos beolvadt. Kásmírnak ez az észak-keleti része, ez a közel Hunzához és a Gilgit völgyéhez. De angol kutatók írták, hogy még a 19. század elején ez a nyelv megvolt. De hát sajnos ők nem írták le, így hát, vagy ha le is írták, még mi nem tudtuk megfejteni. Na most ez a, valójában ők megőrizték maguk közt ezt a régi közép-ázsiai vallást, hiszen például Heratot a saját nyelvükön Badagíznek hívták, ez is egy hun szó, ezt tudjuk a feljegyzésekből, és Gíz az hun nyelven várost jelentett. És Tengiz például az azt jelentette, hogy Isten városa. Tehát ott is a kazak területeken is a hunok uralkodtak akkor. Azt tudjuk, hogy Tengrikán az Istent jelentette náluk. Hát az Isten szó is ugye ősten, abból származik. És a Tengrikán
Judán az, az kifejezetten a, az a heftalitáknál is az Isten neve volt, és Tengiz az azt jelenti, hogy Isten városa, és Badagiz, amit ahogy ők Heratot nevezték, az egyszerűen azt jelentette, hogy a nagyváros. Bada az azt jelenti, még szanszkritul is, hogy nagy. Tehát azért ott a nyelvek hatottak egymásra, és hát akkor megnézzük ezeket a bizonyos ábrázolásokat. A, igen. Szarvas motivumról mondom egy pár szót. Pálva motivumról? Nem, a szarvas. Az nincs náluk, az sajnos nincs. Pálva az van, és még hozzá majd fogjuk látni, hogy a pálva minta ugyanaz, amilyen a Szent Koronán a párta részen a pálva szemek. Kedden említett egy ilyen szarvasos mondát, vagy valami... Na, mondjuk annyi van róluk, hogy egy másik költő, akit az előbb kihagytam, egy szanszkrit költő, aki végül is az a király, aki legyőzte őket, Árja király harsa, annak az udvari költője volt Bána. És Bána azt írja erről a győzelemről, hogy az árják oroszlánja, harsa, legyőzte a hunok szarvasát. Tehát már itt azért, hát ezek szerint ő nekik ez volt a fő szimbólumok. Azt írja, hogy a kettévágta Malva, Rajaszent közül, az ókorban meg középkorban úgy hívták, hogy Malva, Malva uralkodójának, a büszke hunok szarvasának fáját. Tehát ez volt ezek szerint a szent állatuk, de ez az egy feljegyzés van, ami ezt bizonyítja, és sajnos ezekben a napisten templomokban pálva és tulipán motívum az van bőven, de szarvas motívum. Én nem láttam, de még nem jártam be mindent, úgyhogy még mondom, itt a fiatalságot biztatom, hogy ha tehetik, képezzék ki magukat ilyen kutatóval, és utazzanak Indiába, és keressék őseink nyomát, mert van. Úgyhogy, na hát akkor, ezek, tehát itt van ugye India képe, ez és sokáig a Hunan Mandala, az azt jelenti, hogy Hun központ. Ez olyan sokáig, hogy még 950-ben is azt írják az indiai feljegyzések, hogy harcolniuk kellett a hunok ellen. Tehát harcolni csak az ellen lehet, aki ott van. Tehát még akkor is meg 950, nem volt az végleges vereség 567-ben. Na most akkor a következő. Nem csak motívum, hanem a palota is. Na, ez az a bizonyos Csittor volt a régi fővárosuk, azt aztán a muzulmán hódítás, 1200 után nem olyan nagyon pusztította el, még most is egy nagyon viszonylag épített templomokat, és ez volt a központi naptemplomuk, ez egy több mint 1200 éves templom, és itt láthatjuk, hogy 7 ló, ezek itt lovat, hogy közelebbről megnézik, 7 ló húzza a napisten szekerét, a 7 ugyanis a hun mitológiában egy szerencsés szám volt, ezt még a indiai források is megemlítik. Na most mellettük két a napisten az, aki ott áll, és kígyó, a kígyó is egy szent állatuk volt, ezt is valójában ezt Kelet-Ázsiából, nem is annyira Belső-Ázsia, Kelet-Ázsiából hozták, és mellette két szobor, két női alak van, azok folyóistennők. A napisten mindig úgy ábrázolják, hogy két félistennő tulajdonképpen a folyók istennője, és érdekes módon Rajasztán fő folyója, a Narmada, ma így hívják, de a források kimutatták, a korabeli források, hogy úgy hívták, hogy Narbuda. És Montabu hegyét, ahol aztán befogadták őket a tűz áldozat után az indusok, és akkor lettek Rajputok, tehát Ksatria királyi kasztbeliek, azt pedig úgy hívták akkor, hogy Arbuda. Ar pedig szanszkritul várost jelent, tehát Buda városa és Buda folyója. Ez is azért mond valamit. És ez 700-ban történt, tehát akkor azért már egy csomó ottani király elvett hercegnőket, és olyannyira megvédték őket akkor már bebe támadó arab seregektől, hogy el kellett, hogy ismerjék, és olyannyira, hogy ők soha
nem léptek be a muzulmán hadseregbe. Az észak-indiaiak egy része, a kásmériak átálltak, sőt át is tértek Mohamedára. Rajasztán soha nem tudták még a mogulok se bevenni, mert ezek ilyen 5-600 méteres hegyeken levő erőt várak, és egyik várat bevették, átcsoportosították a hadsereget a másik várba, onnan vissza. Soha nem tudták az egészet, és a végén a nagy Akbár, a legnagyobb mogul király, ugye a mogulokat mi tatár néven ismerjük, annyira elismerte a bátorságukat, hogy a főminiszterét, Birbalt, egy Rajput király volt, tehát egy hulla származott. Főminiszterének nevezte, ki azt mondta, nem tudlak bennetek legyőzni, hát akkor álljatok mellém. Mint miniszter mellé áll, de soha hadseregében egy ember sem harcolt a muzulmánoknak, és ezért szegényedtek el úgy a gurdzsárok. A gurdzsárok valaha egy részük katona volt, és azt mondták, hogy inkább szegények leszünk, de idegen zsoldban nem fogunk harcolni. És ezt megtartották az angolok alatt is, nem úgy, mint a patánok és a szikkek, akik az angol hadsereg legjobb katonái voltak, azok átálltak. Ezek inkább maradtak pásztor sorba, és azért például Jawaharlal Nehru 1948-ban azt mondta, hogy ha Pakisztánt már így föl kellett adnunk a muzulmánok miatt, akkor Rajasztán lenne az egyetlen olyan állam, amit szívünk szerint önállóvá kellene nyilvánítani, mert 1195-től 1947-ig a muzulmánok az angolok ellenében is a rajasztániak, a rajputok véreztek a független Indiáira legtöbben. És a mai Maharána nagyapja azt mondta, hogy nagyon szép ez a felajánlás, de azért harcoltak mindig, hogy egy független, egységes India legyen, és lemondott erről, és még a hűbérrendszert is megszüntette. Ennyire nagy vonalú volt, szóval ennyit a rajputokról, hogy milyen egy fantasztikus nép. Most már nem sokára csak a bemutatás lesz. Tetszett? Nagyon tetszett, és majd még. Jó, mondjuk. Tehát itt lehet látni, aztán hát itt ki a másik oldala a napistennek. Nem tudom, hogy lehetne elmondani, tehát egy kicsit élesebben. Igen, könnyebb így. Itt is megint, hát lent is két istennő, lent is két istennő, de mondom, na, hát ezt én követtem a képeket, de nem volt az idő se olyan ragyog. Ez egy sivatagi rész Rajasztán, és ott állandóan, ha a szél fúj, akkor ilyen kicsit enyhén ködös. Na most a következő, amit mondtam, igen, ez a bizonyos páva motívum. Na ez a Maharának palotájának a múzeumi része, ahogy mondtam, hogy a fele az múzeum, mindjárt a bejáratnál ez az egyik címer állatuk, a páva. Jó, ez mondjuk Indiában egy szent állat, és északon, főleg Kásmírban és a Himalája rendjén nagyon sok páva található, de maga a tűzomác, és ezek a páva szemek, és még színre is, meg eljárásra is teljesen olyanok, mint a Szent Koronán, a párta részen azok a páva szemek. A motívum is, meg a szín. A másik pedig, itt lehet látni páva motívumokat kőből. Szintén abból a bizonyos napisten templomból. Tehát szarvast nem sajnos, de pávát és oroszlánt és tulipánt azt lehet. Na most a következő, ez Maharána Pratap fehér márványból való szobra, ő volt a legnagyobb Maharána, ő is tulajdonképpen hadakozott Akbárral, Akbár legyőzte őt, de akkor ismerte el, hogy végleg nem tudja, mert aztán a többiek visszafoglalták. És fehér márvány szobra, és hát lehet látni, hogy teljesen olyan öltözékben van, ahogy a hun fejedelmeket szokták ábrázolni. Hát életben jobban kijön, ilyen hun süveg van rajta, nagy bajusz, olyan bocskor, ami a közép-ázsiai, meg a, még a kínai képeken is látható, hogy a hun bocskor, úgy is nevezték.
És egy angol kutató, amikor ott járt, azt mondta, hogy ő így képzelte el Attilát, hogy körülbelül ilyen öltözékben és ilyen erősnek. Alatta pedig a Maharána palotájának főbejárata mellett van egy 4 méter, nem jön úgy ki, de 4 méter hosszú lovas kép, ami a legrégebbi hun harcost ábrázolja, és lehet látni, hogy kengyelbe van a lába. A kengyelt ugyanis a hunok találták föl, és ők honosították meg Indiába, de Indiában valójában a lóáldozatot is. Addig nem volt elterjedt, tehát a hunok óta van lóáldozat, és az, amit még sajnos a régészek nem ástak ki, mert az indusok égették mindig magukat, és úgy temetkeztek, de állítólag a hunok nem, hogy lovas temetkezés. De az a baj, hogy az angolok alatt jóformán nem volt régészeti ásatás. És most annyi minden behozni valójuk van a független Indiában, hogy még egyelőre keresik például a Saraswati folyót, ami eltűnt, a medre valahol kiszáradt, és valahol állítólag a mélyben megvan a folyó, úgyhogy ott a Saraswati meg az Indus-völgyi civilizációt keresik, úgyhogy ide még nem jutottak. India is egy gazdag tárháza lehetne a régészeti leleteknek. Na ez, ami a könyvben címlapján is van, ugye megmutatom. Ugye, amit hát a heftalitákról írtam, ez valójában az ő címlapjuk. Mondtam, hogy napisten imádók, és ők így ábrázolják a napisten. Ez teljesen egyedülálló, ez csak Rajasztánban lehet megtalálni, hogy hát most nézzük meg, ez egy hunarc. Egy nagy bajuszú hunarc, és a napistent így ábrázolják egy ilyen hun maharadzsaszerű arccal, mert a szemek is teljesen egyenes állásúak, ami nem jellemző az indiai szemekre, a homlok sokkal magasabb, mint az indusoké, és hát ez a pödröd nagy bajusz, ez sem jellegzetes, úgyhogy ez kifejezetten egy ilyen hun napisten. Ez van mindjárt a palotta bejáratán, ez festett, és akkor ahogy belépünk, az előtérbe ugyanez megvan, hát egy domborműve megcsinálva, aranyozott ezüstből, drága kövekkel, és fölötte két angyal tart egy ilyen szép koszorút, és a két angyal is teljesen úgy néz ki, mint két európai angyal, mert ez valójában a kereszténységtől görög és perzsa közvetítéssel került Indiába. Tehát ezt mondjuk nem a hunok hozták, és lent pedig fákját tartó félistenők, azok megint a folyók istenői. A folyókra nagyon nagy hangsúlyt, de hát itt is ugyanaz a bajuszos napisten arc, csak most hát aranyozva. Következő. Ja, végre lettem ott. Ez Mihirakula győzelmi szekerenek a másolatát, az eredeti nem maradt meg, az Udaipuri múzeumban, az is egy nagyon gazdag múzeum, és ezt 4 elefánt húzta. Különben is a hadserege 600 elefántból állt, és hát több tízezer lovasból, meg gyalogságból is, de 600 elefántból, és ez volt a győzelmi szekere, amivel állandóan járta a meghódított területeket. Na, alatta az a Mataji szobor, ez egy templom van Udaipurban Mataji tiszteletére, amit mondtam, hogy mindenütt így ábrázolják falvakba is, ilyen nagy fehérre festett szemmel, és ez azt jelenti ő szerintük, hogy mindenre figyeljen és ügyeljen. Ez Rajasztán déli részén Modera, ott is egy 1022-től 46-ig épült naptemplom van, ez a Sun Temple Modera, angolul itt van a felirat, hogy épült, ezt is Rajput királyok építették, és ez maradt meg a legépebben. Ma már nem tartanak ott szakrális eseményt, de szakrálisnak tekintik, ez maradt a legépebben fent. Itt vannak a kőbevésett motívumok, hát ez oroszlán motívum, de itt
ezeken a részeken vannak a tulipánok. Talán ha jobban közelebbről megnézik, jobban lehet látni. Itt ez a lassú, ez jobban kijön, hát sajnos a kép nem a legélesebb, plusz még fóliára átvéve. A könyvben jobban kijön, mert ott fényképről lett, igaz, nem színekről. Itt tulipán motivumok vannak, de szarvas motivum nem volt. Ez egyébként a napisten tiszteletén kívül a Jaina vallást, vagy Jaina, ahogy ismerik, azt vették még föl elég sokan, a közép osztályhoz tartozok, és ez egy szintén 1000 éves Jain templom, Udaipur, hát ez is 100 kilométerrel van Udaipurtól, és itt az ő hitük szerint a világ teremtése, ott középen az egy életfa, egy égigérő életfa, és mellett az első emberpár, teljesen olyan, mint Ádám és Éva a fa alatt, pedig hát ez a Jain társaság sokkal régebbi a Jain vallás, tehát nem is hallottak Ádám és Éváról. És alatta pedig Mahávira a szobra, fehér márvány mindenki, gyönyörű az a Ranakpuri templom, az egész fehér márvány együttes, nem egy templom, hanem úgy 40 templom egymás mellett, és belül is minden centiméter márványból kifaragva. Ez például Mahávira, a vallás alapító, mellette szentek, Jain szentek, és ez a bizonyos életfa, az a körülött az a díszítő elem, ez az életfa indái, mert ők is azt tartják, hogy az életfa az égig ér, és a lelket az életfa vezeti az égben. Akkor még egy, ezeket, hát itt láthatunk néhány rajasztáni uralkodót, egy király asszonyt is, tehát feleséget, és három uralkodót. Ezt a régészeti könyvtárból csempésztem ki, azért van az a bélyegző rajta, és hát láthatjuk, hogy egyáltalán nem indiai vonások. Tehát Henkei Gyula antropológus is megnézte ezt, és azt mondta, hogy teljesen ilyen kaukázusi, tehát közép-ázsiai kaukázusi vonások, mert az a sasor, ugye a versenél tisztára olyan, hogy egy Árpádházi sasor, és szélesebb fejezet, én nem nagyon értek hozzá, de ezt a részt úgy hívják, hogy szélesebb, mint az indusoknál. De egyébként ez bizonyított, hogy az AB vércsoport, Matsumoto japán antropológus ezt végigjátszotta az egész földön, hogy az AB vércsoport sűrűsége, tehát előfordulási aránya, Ázsiában majdnem mindenütt erős, tehát ezek rokonnépek, japán, mongol, kínai, Indiában Assam erősen, tehát Kelet-India és Rajasthan, és érdekes módon Európában csak a Kárpát-medence és Olaszország egy része. Tehát lehet benne valami, hogy az etruszkok is rokonok. Na hát ennyi képet akartam megmutatni. Köszönöm a türelmüket! Kérdésnek még felrakni? Kicsit szeretnék így többet megtudni Ordoszról, hogy a beavatási központ vagy. Ja, Ordosz. Hát azt a részén annyira nem kutattam, azt Bárdi László kutatta. Én onnan, amikor Kasgárból elváltak, tehát Kasgára, amikor már Hestalisztrák, tehát Fehér Hunok voltak, de hát annyit tudok, amennyi így hát ez a vérszerződés, a sámánok működése, a transzba esélyista. Ezek mindig fölvették az uralkodó osztály legalábbis a meghódított területek vallását, tehát például azt tudjuk az élményikről, hogy Perzsiában fölvették a tűzvallást, tehát az zoroasztrai vallást, mert az élményeken ilyen tűzoltárok, meg tűzáldozat is szerepel. Aztán hát a kusának fölvették a buddhizmust, a heftaliták a sivaizmust, egyrészt aztán később, mikor visszavonult a kereszténysége, sőt, hát ugye az ujgurok azok mahamedánok, tehát ezek mindig fölvették azt a annak a vallását, ami épp ott található volt, de a hegyekben, meg a falvakban még mindig a régi tátosítva, szerencsére, mert hát azért kéne még most kutatni őket, mert India is, meg Kína is rendkívüli mértékben fejlődik, de
ez a fejlődés nem biztos, hogy jó. Tehát nagyon nyugati asodnak. Az igaz, hogy legalább egy kicsit kontrollálják Amerikát, mert ha ugye azt Amerika nevezte a kis tigriseket, a kisebb ázsiai országok kis tigrisnek, akkor ezt a két országot most nyugodtan lehetne nagy tigrisnek nevezni, mert én ahányszor Indiába megyek, és közben 2-3 éve eltelik, óriási a fejlődés. De amit én nem nagyon örülök ennek a fejlődésnek, mert ez azt jelenti, hogy egy csomó felhőkarcoló épül, egy csomó kocsi jelenik meg, még szerencsére a vallás Indiában nagyon döntő, Kínában már az sem. De annyiból viszont örülök, hogy ezt a két, hát most már ugye India több mint 1 milliárd lakosú, Kína meg 1,3 milliárd, tehát azért majdnem a föld felét adja ez a két ország. Ez a görgös nyugat nem tudja úgy leírni őket, szeretné, de szerintem Ázsiája a jövő. Úgyhogy Amerika az le fog hanyatlani. Én már nem érem meg, de remélem maguk még igen. Még ha volna kérdés, nagyon örülnék neki. Én azt szeretném kérdezni, hogy ezt nem említettek, tehát gondolom, hogy nem maradt öntől kimondottan heftalita szöveg vagy írás, de hogy például a krónikák, amiket róluk írtak, azok írástudó vagy írástudatlan népként? Hát állítólag volt írásuk, hát ez a Zavolovó Mikroziki, ez feltétlenül hon nyelven van, mert ennyelven se jelenti ezt, és az ABC-t az érmékből próbálták rekonstruálni tudósok, és által 25 ékírás volt, az biztos, tehát rovásírás, de nem ugyanaz, mint a székely. Elképzelhető, hogy rokon rovásírás, de nem ugyanaz, tehát a székely rovásírásból nem lehet megfejteni, és ők azt mondják, hogy 25, az indus tudósok, hogy 25 betűből állt, de én szerintem, mert biztos, hogy egy türk nép volt, és türk, mármint hogy old török, közép-ázsiai nép volt, és közép-ázsiai nyelv is volt, és akkor biztos, hogy kellett, hogy ékezetes magánhangzóik legyenek, és akkor már több betűjön ki, mint 25, hiszen éppen szerintem a magyar nyelvet a székely rovásírás fedőre 100%-ban, mert a latin azért is volt olyan nehéz olvasni a nyelvemlékeinket a latin kódexekből, mert sokkal szegényesebb ABC, mint a székely ABC-en. Sem a kettős máshangzókat, sem az ékezetes magánhangzókat nem lehet latinban a latin ABC-ből jelölni. Tehát egész biztos, hogy van nekik, hát ezért mondom, hogy Afganisztánba kéne ásni, ott nagyon sok mindent megtudnánk. Afganisztánban és Közép-Ázsiában. Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy a Magyarországon cigányságról többször hallja az ember azt, hogy Indiába jöttek. Igen. Ez az egyik kérdés, és hogy mi közök van, mi hozzák, rokonak vagy nem. Jó, ez az egyik kérdés. A másik, van itt Magyarországon ismerté vált az Árik is nem mozgalom, és szintén Indiára emlékeztet, hogy nem tudom, mennyire pozitív, mennyire negatív ez. Igen. És a harmadik rövid kérdés, hogy Budapestnek a Buda része, mennyire jön Indiából, illetve mit van ott? Igen. Na hát az elsőre, a cigányság tényleg Indiából származik, de semmi közünk hozzájuk. Először is ők inkább Pandzsából, tehát északabbról, mint Rajasztán. A lovári, vagy olá cigányok azok onnan. A beás cigányok azért is nem lehet az egyik, a másikat nem érti meg teljesen különböző, nem is szeretik egymást. Azok, mert Pécsen tanítok, úgyhogy ismerem a beásokat is, de előtte ismertem már a lováriakat is. Úgyhogy a lováriakat én primán megértem a hindin keresztül, mert a hindi meg a pandzsábi nagyon közel áll egymáshoz, de a beás cigány, ezek Bengáliából jöttek, és a bengáli nyelv azért az messze, egy kicsit más, még írásra is, mint a hindi, és ők voltak, röviden a történetük, tehát mikor ez a muzulmán hódítás 1100-as évekre lezajlott, és bizony nem bántak kesztyűs kézzel a meghódított területekkel, fölégették a hindu templomokat, leöldösték az indusokat, akkor a Pandzsában élő cigányok először nagyon megijedtek. Ezek ugyanúgy kasztosodtak, mint az indusok. Tehát a királyi udvarokban élő zenészek és táncosok voltak a cigányok közt a legelegánsabb, legfelsőbb kaszt. Akkor volt a királyi udvarok, tehát a falon kívül élő fegyver
kovácsok, a lohár. Lohár azt jelenti szanszkritül, hogy kovács. Lohár az vas, lohár az, és a lohárjak, lohár, itt aztán lohári lett, de az eredeti nevük lohári. Ezek voltak a lakatosok és a fegyverkovácsok. A lohári azt jelenti, hogy lakatos. És az agyakkészítők, azok még kiebb, azok a harmadik kaszberiek voltak, a kerámia, tehát agyagedényeket készítők, de még azok is letelepedettek voltak, tehát a falon kívül a falvakba éltek, és a legalacsonyabb kaszt volt az úgynevezett dögásók, mert Indiában nem nyúlhatnak a kaszton belüliek, még a negyedik kaszton belüliek sem nyúlhatnak a holttesthez, a halott állatokhoz nem nyúlhatják le a bőrt, azt mindig párják, a kaszton aluliak végezték, és ilyenek voltak ez a negyedik osztályra sorolt cigányság is. Na most főleg ezek, hát olyan gyávák voltak, mint most, legyünk őszinték, nem híresek arról, hogy nagyon hősiesek, ezek nagyon megijedtek, és észak felé úgy tömegesen vonultak, de a királyi udvarokon belül élők nagy része, tehát a zenészek, meg a fegyverkovácsok, lakatosok nagy része az ott maradt. Ezek a csőcselénkebb rész, ez megijedt, elindult, amúgy is ott se letelepedettek, voltak ilyen vándor cigányok, voltak romák, ez tényleg az eredeti nevük, de ők ezt tudnánk, hogy a szanszkritul mit jelent, nem harcolnának annyira ezért az elnevezésért, mert egyszerűen azt jelenti szanszkritul, hogy csavargó. Romna az azt jelenti, hogy csavarogni, és ebből a melléknévi igenév azt jelenti, hogy csavargó. Én ezt mondtam nekik is, hogy a cigány semmit nem jelent, az nem megalázó. A roma, amihez annyira ragaszkodnak, az szanszkritul bizony nem éppen egy hízelgő elnevezés. És ha ezek elindultak akkor a sztyeppéken keresztül, Kaukázuson keresztül is, hát legalább 100 évbe tellett, amíg megjelentek. Ezek jelentek aztán meg a Balkánon, tehát ezek a szárazföldön átmenekülők, ezek a lohárjak, és ezért vannak ezek Kelet-Magyarországon. Ezek vannak Bulgáriában, Romániában, Ukrajnában és Kelet-Magyarországon. A másik ág viszont, mikor már a muzulmán hódítás elért Bengálba is, azok is nagyon megijedtek, azok valahogy átvergődtek India területén, így dél felé kerülve, a szárazföldön, de aztán a nyugati partvidéken, ja most már így az arab tenger partján, ilyen dzsunkákra, tákolt hajókra szálltak, és ezek Egyiptomba jutottak el. És a cigány megnevezés valójában azt jelenti, hogy egyiptomi, tehát gypsy, az angolul ugye azt jelenti, hogy egyiptomi, egyiptom, onnan származik, és aztán ezek, mikor Egyiptomból átkeltek Spanyolországba először, a spanyolok spanyolok gitánnak nevezték őket, az is azt jelenti, hogy egyiptomi, és mikor onnan Izabella királynő kiüldözte őket másokkal együtt, akkor, igen, akkor elterjedtek Németországba, Franciaországba, Olaszországba, és ezek jöttek aztán Pécs környékére, tehát ezek a beárt cigányok. És azért nem nagyon lehet érteni, mert ők Egyiptomban nagyon sok kopt, tehát régi egyiptomi és arab szót fölvettek, tehát a nyelvük tele van. Például én a múltkor egy beárt cigány a Kaposváron így próbáltam, hogy mi mit jelent, és ami hindiül, meg lovári cigányul az írást jelenti, tehát likna, az önálluk sztélé. És tudjuk, hogy a kopt nyelve és az egyiptom nyelve sztélé az az írat írás. Tehát ők átvették, és ők valójában a gypsyk, tehát az egyiptomiak. Emezek meg, hát mondjuk mind a kettő roma, de utálják egymást, és nem is értik egymást. Szóval nagyon érdekes, hogy pont itt találkozott a két csoport Magyarország területén. Na ez az első kérdés. Igen, a második az... Hare Krishna. Ja igen, na hát ez egy gagyi társaság, már elnézést. Gagyi közösség. Igen, őszintén fejezem ki magam. Ezeknek az indiai Krishna és Rama hívőkhöz semmi közük, ezt Amerikában alapított, mint minden ilyesmi, hát onnan jöttek a hitgyülekező, igen, meg ezek mind onnan jöttek. Egy Indiából kiment, saját magát szerényen Bhagvánnak nevező brámin, Bhagván azt jelenti, hogy Isten szanszkritul, ő magát annak nevezte, és ott alapított egy vallást, ő közben meghalt, az volt az élet célja, hogy minden nap más Rolls-Royce kocsija legyen, és már 300-nál tartott, amikor meghalt, tehát az év összes napján más-más legyen, hát már majdnem elérte, és nagyon jóképű és jó
egy ravasz és egy okos brámin volt, és ez alapította meg a 20. században ezt a Hare Rama Hare Krishna mozgalmat, és olyan nagy neki az alapítvány, hogy ezek finanszírozzák. És itt Magyarországon én ismerem ennek a vezetőjét, hindi szakot végeztek az ELTE-n, nem tőlem, mert én Pécset tanítok, és mondták is, hogy ők kaptak egy éttermet a Belgrád rakparton, a feleség lett a szóvivőjük, jó pénzé, hogy ők ezt teljesen biznisz alapon csinálják, szóval nem hitből. De akiket behúznak a csőbe, azok hitből, szóval Pécset is van egy elég nagy társaság. A harmadik, hát szerintem mi igenis kapcsolatba kerültünk a buddhizmussal, ugyanis Buddhát az egész világon Budának ejtik, az csak a németek, és mi ejtjük Buddhának, mert ez egy szanszkrit betű, ahol nem kell a hát ejteni, és hát a németek elég sokat tettek azért a védákat lefordították, és felfedeztek egy csomó indiai iratot, és ők vették át ezt a Buddha, és hát ugye mi a monarchia alatt teljesen a német irodalomból tanultunk mindent sajnos, de az egész finnugor elmélet is ugye a svábok, már elnézést nem a mostani a magyarországi svábokra írtam ezt, de a Habsburgokat én nagyon utálom, hát lehet, hogy valakinek más véleménye van, de majd, ja igen, még egy pár idézetet felolvasnék, de biztos a tisztelt társaság ismeri ezt a finnugor-török háborút, hogy a Hunfaldi meg a Budenc, hogy ellehetetlenítették azokat, akik ellenük voltak. És valójában két ilyen német származású, sőt az egyikük magyarul sem tudott, Budenc, alapítottak egy olyan elméletet, amit teljesen ilyen laboratóriumi módon visszavezettek egy ilyen ős finnugor nyelvet, amiben az a buktató, hogy írásbeliség nélkül hogy lehet egy nyelvet kikutatni így feltevések alapján, ugyanis az egész ő általuk finnugornak nevezett népességből az első írásbeli emlék, ami halotti beszédünk. Hát ebből hogy tudtak csinálni egy 3000 éves nyelvet, ez egy nagy bukfenc. Ráadásul ők azt mondják, hogy a számneveink egyébként mind türk eredetűek, de ők azt mondják, hogy a kettő az igenis finnugor eredetű, mert az finnül úgy van, hogy kaksi. Hát most a kaksiból kettő, hát ez egy, én nyelvész vagyok elsősorban, és a KS-ből, hogy két tér nem lehet egy nyelvben sem, se indoária, semmilyen nyelven, olyan hangtani azonulás vagy hasonulás nincs, ami a KS-ből két tét. Ott egyedül az, hogy K-val kezdődik a kapsi, meg a kettő, ez az egyetlen. És körülbelül ilyen a többi szó levezetés, etimológia is. Tehát egy teljesen fals elmélet. Hát ez a szerencsétlen Sajnovics, ugye Mária Terézia buzdítására elment a lapföldre, és magyarul is alig tudott, de hogy lappul egy szót se tudott, az biztos, és akkor ő létrehozott egy magyar lapszótárt. Hát szóval ez körülbelül hát, fantasztikusnak. És akkor, hát azért, ha megnézzük, hogy Körösi Csaba Sándor véletlenül se lapföld felé vett az irányt, nem? És azért volt olyan nagy tudós, illetve sokkal nagyobb, mint Hunfalvi meg Budenc. Szóval, és ezt mind a Habsburgok finanszírozták, és ezt azért csinálták, mert minket mindig gyűlöltek szerintem, és meg akartak alázni. Próbáljuk meg kicsit lenni program keretében. Igen, akkor voltak ilyenek, de akkor még talán ez direkt használt, mert annál nagyobbak lettünk, de hát sajnos a mostani magyarság el vagyok keseredve. És nekünk igenis nagy rokonaink vannak Ázsiában, és ezt kellene minél szélesebb körbe tudatosítani. És ázsiai a jövő, le fogja Amerikát söpörni gazdaságilag. Már most kezdi, de ez a Pécsi Egyetemen néhány közgazdász hallgatom is van, aki hindiül tanul, és már olyan dolgok jelentek meg, amit persze az itteni hű vazallusok rögtön lefordítanak magyarra, hogy amerikai közgazdászok azt írták, hogy Kína és India fejlődése 10 év alatt kifulladt, sehol nem lesznek, a padló lesznek. Szóval már kezdik lejáratni, akiket nem tudnak gazdaságilag legyőzni, azt az ő tipikus módszereikkel, akkor azt a sajtójuk, a médiájukon keresztül így próbálják lejáratni, de ez csak egy szikra lesz, vagy egy lapát a tűzre a kínaiak szemébe, mert nagyon gyűlölik az amerikaiakat, a hinduk úgy szintén, ilyenkor aztán dacból még rátesznek egy lapáttal, és úgy le fogják őket söpörni, hogy mondom, maguk még megérik, és nagyon jó lesz.
Na, és a harmadik, hát szóval, hogy az lehet, hogy Buddha neve van benne. Egészen, igen, és így hallottam, és a igen, második szó a Pest, az pedig a orosz, illetve szlát. Igen, az, igen, az a kemence. Kemence. Igen, mert a pékségek ott voltak a Pestről. Nem, nem lehet. Igen, én a magyar korsokban hallottam, a római időkben. Lehet, lehet. De hát Buda volt mindig az igazi, a és az az. Noha biztos vagyok benne, hogy Attila városa északabbra volt, ha jó helyen keresik azok a pirisi kutatók, az egy szent hely, szóval szakrális hely az, az nem vitás, az érződik. Szerintem a Indiában ilyen ez a Eklinci meg Udaipur, hogy az ember úgy érzi, hogy a levegőben ősiség, hagyományok és szakralitás van. Igen, az Úr is szeretett volna igazán. Köszönöm. Tulajdonképpen a hetitákkal találkoztak a hunok, meg a hetiták találkoztak-e. És a hetita téléken, amik 2500 darab megvan, azokon valamiféle utalás? Nem, nem ők, hanem ez először Szent Katolnai Bálint Gábor kutatta, de indiai forrásokat is találtam arra, hogy a, ugye a Indus-völgyi civilizációt a dravidák alapították, és a dravidák állítólag a szkíták legdélebbi ága volt. És erre azért is gondolom, hogy ebben valami volt, mert amikor még 950-ben is indiai források, ilyen kőbevésett feliratok vannak róla, meg irodalmi források is, főleg Jaina szent könyvekből, hogy még mindig hadakozni kellett a hunok ellen, méghozzá eléggé északon, a mai Bihar állam területén, tehát Nepál és India határán, mert még mindig voltak, méghozzá királyaik is, tehát le kellett győzni őket, és úgy írja ez a forrás, hogy le kellett győzni a hunokat és a dravidákat. Tehát ez azt jelenti, hogy a dravidák nagyon is jól tudták, hogy a hunok nekik rokonaik, és együtt harcoltak az árjákat, mondom, mai napig utálják. Tehát ez a 15. században, vagy mondom, ezt a 5. században, és a 9. században, amikor még mindig hadakoztak velük, akkor még jobban érezhették. És az viszont még az indiai nemzeti múzeumban is bizonyított tény, hogy a Mohenjo-Darói, tehát az Indus-völgyi civilizációnak kapcsolata volt a sumér birodalommal, nagyjából egy idős a sumér. Tudnélik, hajók átjutottak, mert a sumér ásatás, tehát a iraki ásatások során találtak pupos tehenes pecsételőket, és a pupos tehén egyedül csak Indiában tenyészik, vagy hát a mai napig is szent állatuk, és az csak Indiában létezik. Tehát azok a pecsételők Mohenjo-Daróból, az Indus-völgyi civilizációból származtak, és nyilván hajóval átkerültek. Tehát volt a dravidák és a sumérok között kapcsolat, és így elképzelhető, hogy rokonság is, és az, hogy nyelvi hatás, az meg biztos, mert a sumér nyelv annak idején Közép- és Nyugat-Ázsiának a lingua francája volt, tehát az összekötő nyelve, mint ahogy később a szanszkrit. Tehát egész biztos, hogy nyelvi azonosság van köztük. De mondom, ezt csak úgy lehet kibogarázni, mikor az ember nem is éppen ezt kutatja, de ugye rájön, hogy jé, hát a dravidák még 9. században is harcoltak az árják ellen, a hunok oldalán, tehát nyilván, hogy akkor volt köztük valami védés nagyszövetség és rokonság is. Tehát Szent Katolnai Bálint Gábor, aki 19 nyelven tudott, és ezeket a közép-ázsiai szkíta nyelveket is tudta, tehát a régi türk nyelveket, a régi azerbajdzsánit, a tadzsiknak a régi változatát, és tudott tamilul is, tehát a dravida nyelveket, és nagyon sok, én olvastam a sokkal több szóazonosság van a közép-ázsiai és a tamil nyelv között, mint a finugor népek egymás közötti szavainál, és őt is tulajdonképpen hunfalvé tették teljesen tönkre. Olyannyira, hogy őt nem adtak neki se katedrát, a 19 nyelvtudás dacára sem, és teljesen Magyarországról szinte kiűzték, ő erdélyi volt, hát Szent Katolnáról való. Egy darabig ott meghúzta magát, majd visszament Ázsiába, és tamil, ő csinálta az első tamil, azt hiszem,
tamil kazak szótárt, mert kazakul is tudott, és tamil angol szótárt, és őről még se esik annyi szó, mint ő, akár Körösi Csomáról is, és ő annyira ellehetetlenítették egzisztenciálisan, hogy ilyen tamil fejedelmi udvarokban lepkegyűjtéssel foglalkozott szerencsére, és fiatalon meg is van. Szóval, teljesen, ez a finugor tábor mai napig is mindenkit maga körül kiírt. Kiírt és egzisztenciálisan teljesen tönkre megy, mennek az illetőnk. Nekem szerencsére itt a férjem, aki szponzorál, de hogyha valaki férfi létére ilyen kezd kutatni, az számolata valahogy állásra fog kapni. Ez egy védés. És lehet itt Habsburg uralom, Horthy uralom, szovjet uralom, úgynevezett szabadság, akkor is ezek. Most volt a finnugor kongresszus Mari földön, Mari nem tudom mi a fővárosuk, de hát egy pici kis köztársaság, nagyon sajnálom őket, mert ezek asszimilálódni fognak abba az orosz tengerbe. De hát akkor is 35 finnugor kutató kiment Magyarországról. Erre van pénz. Erre mindig van. És visszajöttek. Igen? Én még kérdeznék egyet, hogy ez a Kagán elnevezés, ez csak szűken a heftalitákat jelöli, vagy ez egy picit az ilyen lovasi jelző? A avaroknál is Kagán volt, csak érdekes, hogy ott a vízfes indásoknál már nem Tegin volt, tehát Baján idejében még Tegin, de a vízfes indásoknál már Tudun. Biztos ezt hallották, ott Tudunnak nem, de ott is megvolt ez a kettős királyság. Kagán az maradt. Kagán, és aztán az ment át a kaukázusi népeknél a kánba. Hát még a kozákoknak is, ugye, a középkorban, sőt, még az orosz uralom előtt is. A kán a Kagán volt? Az ugyanaz, Kagán, kán, igen. Az teljesen átment, és ezek a kaukázusi népeknél mind kán volt, tehát a Kagán meg. De még az avaroknál Kagán volt, csak a érdekes módon a Teginból Tudun lett. De hát ez azért lehet, hogy egymás közt Tegin maradt továbbra is, mert ezt nyugat-európai forrásokból tudjuk, hogy Tudun. Úgyhogy nem biztos, hogy ez így volt. És hát a korona, nem tudom, hogy azt még elmondhatom, mert nem teljesen idevág, de hát valójában az egy avar korona volt. A Szent Korona is sokkal régebbi. Az avarok állítólag hát hadisarcként kapták Bizáncból, de lehet az is, hogy saját készítésű volt, és mikor Nagy Károly, én elég nagy szemétnek tartom őt, Európa nagyon érteti, de ugye ő kényszerítette, hogy akkor már Tudun áttérjen keresztény hitre, de akkor már az avarok egy része keresztény volt, de ő talán személy szerint nem, és ő neki Aachenba kellett menni katonai kísérettel. Pannonia, tehát Dunántúl területén volt a székhely, a sok kincsel, amit a bizánciaktól kapott, meg hát hadisarcként végül is megharcolt érte, járt neki. Azt ott hagyta nem eléggé nagy őrizettel, és Nagy Károly unokaöccse Erik herceg lerohanta a frank hadsereggel a Kagán székhelyét, vagy hát a Tudun székhelyét, és kirabolta, és akkor vitte el többek közt a Szent Koronát is, sok minden mással, olyannyira, hogy hát Nagy Károly kortársai, Kódex író Erhárd, egy szerzetes, leírja, hogy utána Nagy Károly mutogatta, több szekér hozta az arany és ezüst Kagán, bocsánat, avar kincseket, és ott mutogatta Európa uralkodóinak, akik elámultak, mind a kincsek volt, töménytelen voltam, mind a kincsek gyönyörű megmunkálásán, hogy ilyet még sehol nem láttak Európában, és boldog-boldogtalanak osztogatta azért, hogy ő legyen a német-római császár. A pápa is kapott, először ő ugye Leót megerősítette vel a sok kincsel, és a hadserege bevonult Rómába, és aztán megjátszotta, hogy a pápa többször fölkérte, hogy fogadja el a császári koronát, ami nem igaz, mert ő ezt nagyon jól előkészítette, csak ez a nép felé az volt, hogy ő milyen szerény, és ott áll Róma határán, nem akarja, de hát a pápa, akit ő tett pápával, az ugye kényszeríti, meg kéri, meg kivonult eléje háromszor, hogy ugyan már fogadja el a német-római császári címet. Na akkor ő elfogadta, és állítólag ebben a mi Szent Koronánkkal koronázták. De nem csak állítólag, mi ősszel éppen ezért kimentünk Aachenba, és ott minden szobron, a kincstárba is teljesen úgy néz ki a Nagy Károly aranyból, megvan a arcmása, a fizimiskája, és
rajta a korona nem teljesen, azért valami változtatás van, hogy ne jöjjönnek rá azok a szerencsétlen magyarok, de teljes ilyen két részből áll, tehát pánt is, meg abroncs is, és aztán hát a kortársak, tehát a német kódexírók forrásaiból merített ez a mi atyafink, Szigeti István, aki 17 évig volt az Áhéni templom plébánosa, és ő kikutatta, miután latinul is tudott, németül is, és ónémetül megtanult, hogy tudja a forrásokat kutatni, kikutatta, hogy Otto, aki ugye hát keresztapja volt Istvánnak, ő kibontatta 2000 húsvétján, áprilisban Nagy Károly sírját, azt tudták mindvégig, hogy hol van. 1000 áprilisában kibontatta a sírt, mert akkor ő már ugye tárgyalt Gézával, illetve már Istvánnal is, Vajka akkor még, és Gézának az volt a kikötése, hogy jó, a nép át fog térni kereszténységre, a fia keresztény király lehet, áttér az is, de vissza kell szerezni minimum a fejedelmi ékszereket, tehát a jogar, az is állítólag a régi jogar volt, tehát az avar jogar. Az almáról, arról nincs bizonyíték, az ország almáról, de a jogar és a Szent Korona az régi volt, és hogy vissza kell, hogy szerezze, és a pápa azokat küldje vissza, mert különben nem is tárgyal. És Géza volt a nevös, hogy ezt megtehette. És akkor Otto rávette Szilvesztert, és kibontatták a sírt, és ülve volt eltemetve Nagy Károly. Mi láttuk a trónját is az Áhéni templomban, hát nem igaz, micsoda személyi kultuszok voltak már akkor is, és Bizánc felé nézett, hogy ő a nagy, hogy föntről lenézi Bizáncot, mert az volt az örök ellenség, mert ugye a római kereszténység atya, és akkor megtalálta ugye a csontvázon a Szent Koronát, sérte, hát olyan állapotban, mi most is, hát, bár mondjuk szerintem a kereszt az később felülhetett el, mert annyi hányattatáson esett át ez a szerencsétlen Szent Korona, de megtalálta a jogart is, úgy volt eltemetve, hogy fején a korona, a csontváz kezében a jogar, és elvitte Szilveszternek, és hát azért a korabeli feliratok is, vagy források is azt írják, hogy valóban már megint 2000 karácsonyán koronázták meg István, mert ugye húsvét korázták ki, és akkor Szilveszternek eljutatta, és Szilveszter küldte. És semmi nem igaz az, hogy ő csináltatta a lengyel királynak, de közben meggondolta magát. Ezek mind ilyen Habsburg mesék. Ezzel az egészet hiteltelenni akarják tenni, hiszen valójában egy régi koronán, ami bizánci stílusú, mint a mi Szent Koronán, a pantokrátorral szemben mindig Mária ikonja kellett, hogy legyen. Tehát a lenti részen biztos, hogy hátul Szűz Mária volt, és ezt barbár kezek, de tényleg barbár, mert én láttam erről a másolatot, hogy volt a dukász oda beszorítva egy nagyobb kép egy kisebb helyre, ugye a Mária képe helyére, abszolút szegecselve, szóval egy harmadosztályú ékszerész ma különből megcsinálna, és ez állítólag Mária Terézia vagy második József alatt történt. Úgyhogy ezzel mind hiteltelenníteni akarták a magyarok ősiségét. Egy gazember társaság. Igen, még? Tetszett említeni Zajdi Ferencet, és azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire hiteles meg az ő gyűjtése, mennyire azok az információk, amiket a Zajdi Ferenc gyűjtött össze, azt mennyire hasznosítani? Sok, nagyon, és ráadásul az van, hogy ugye én Indiába kezdtem a kutatást, indiai források alapján, és utána olvastam el Zajdit, és fantasztikusan egybevált. Szóval egyedül, hát nekem azért is sokkal vékonyabb a könyvem, mert ő egyszerre az összes skitát kutatta. Én valahogy úgy vagyok, hogy előbb egy társasággal, most a következő lépés az indoszkíták lesznek, arról is szeretnék egy könyvet írni. Tehát így azok is őseink végül is, és minden jobban visszamenni így a régmúltba. Tehát ahhoz még meg tudom a nyelvi forrásokat fejteni, másoknak meg kellene régi türk nyelveket tanulni, hogy itt a régi, a többi szkítát is kutatni, de Zajdi nagyon okos volt, és nagyon tudott, és minden, amit a heftalitákról írt, teljesen egyezik az én kutatásaimmal.
Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm a figyelmet.